ladies, and a few brave gentlemen. I hope you get out of this alive. Hölgyeim és hölgyeim, remélem, hogy mind túl fogjuk élni az elkövetkezőket. You who are about to suffer, that's the translators. They're going to translate this lecture, so we should thank them in advance. És köszönjük meg előre is a tolmácsoknak, akik szenvedni fognak velünk. You have all come here, presumably, to learn how to survive, how to manipulate the narcissist and live to tell about it. Gondolom mind azért jöttek ide, hogy meg tudják, hogyan lehet manipulálni egy narcisztikust és túlélni. I'm not sure it's possible. Nem vagyok benne biztos, hogy ez lehetséges. But we will try. De megpróbáljuk. The lecture will be divided into two parts. One of them is about 15 minutes. And one of them is about 2 hours and 15 minutes. Az előadás két részből fog állni. Az első nagyjából 4 óra lesz, és utána pedig egy 2 óra 15 perces résszel folytatjuk. And the reason I'm dividing this lecture in this unconventional way. És azért döntöttem úgy, hogy ilyen szokatlan módon ketté választom az előadást. In all seriousness, is to allow those of you who want to leave after 15 minutes. Teljesen komolyan mondom, hogy azért tettem így, hogy aki esetleg úgy dönt, hogy elmegy, az el tudjon menni. The first, especially those who came from Vienna. The first 15 minutes, I will tell you the only eight ways proven to manipulate the narcissist. És ezt főleg azokra értem, akik Bécsből jöttek. Az elején el fogom mondani ezt a 8 bizonyított módot, amivel egy narcisztikust manipulálni lehet. Over 25 years of study, both my studies, other studies, we have come to the conclusion that there are only 8 effective ways to manipulate the narcissist. 25 év kutatás után, ami részben az én kutatásom, részben pedig másoké, azt találtuk, hogy csak ez a 8 mód áll rendelkezésre arra, hogy egy narcisztikust manipuláljunk. So with those of you with an American mindset, I'm going to give you these 8 ways in the first 15 minutes. Szóval azok számára, akik amerikai módon gondolkodnak, először bemutatom nektek ezt a 8 módot, amelynek segítségével manipulálni tudtok egy narcisztikust. The rest of the lecture would be to explain to you why these 8 methods work. Az előadás utána következő részében pedig el fogom nektek mondani, hogy miért működik ez a 8 módszer. To take you on a tour of the narcissist mind. És elmegyünk egy safarira, ahol megnézzük a narcisztikusok elméjét belülről. It's not Disneyland. Nem Disneyland. It's a horror chamber. Ez egy horror kamra. It's a concentration camp. Koncentrációs tábor. So those of you who got what they wanted in the first 15 minutes can leave. After that, I guarantee you, it's going to become extremely unpleasant. Szóval azok, akik negyed órában megkapják ezt a 8 módszert, elmehetnek utána, mert biztosítatom, hogy ami utána következik, az megterhelő lesz érzelmileg. Those of you who survived the entire lecture will have a grasp of what it is to be a narcissist. Aki végüli ezt az egész előadást, annak lesz valami fogalma arról, hogy mit jelent narcisztikusnak lenni. And using this deep understanding of what it is to be a narcissist, you will be able to better survive and if you wish, better manipulate the narcissist. És ennek a tudásnak segítségével jobban túl tudunk élni egy narcisztikust, vagy ha úgy döntünk, akkor jobban tudunk manipulálni egy narcisztikust. One of the major problems of the information available online and offline is that the people who offer this information are not narcissists. They don't know really what makes the narcissist tick.
az online és offline egyaránt elérhető tartalmaknak egy nagy hibája, hogy akik írták, azok nem narcisztikusok, szóval nem igazán tudják, hogy pontosan mi hat egy narcisztikusra. They are offering the perspective and the experience of the narcissist victims. Ők a narcizmus túlélőinek szempontjából tudnak relevánsak lenni. It creates a feel good atmosphere. És ennek van egy ilyen jó hangulatú aspektusa. Like-minded people who went through similar experiences always like to congregate together. Olyan emberek, akik hasonló tapasztalatokon mentek át, mindig szeretnek összegyűlni és együtt lenni. But it's not very efficient. De ez nem túl hatékony. Today at the end of this lecture you will have become efficient with a narcissist. Az előadás végére önök is így hatékonyak lehettek egy narcisztikus emberrel szemben. Because you will gain a deep understanding of what it means to be one. Mert lesz egy mély megértésetek arról, hogy mit jelent narcisztikusnak lenni. Our bodies are made of flesh and blood. A testünk az húsból és fényből áll. But our minds are made of dreams. De az elméink álmokból állnak. Our brains do not trust our senses. Az agyunk nem bízik meg az érzékszerveinkben. Information that gets from the environment to the brain is processed by the brain to ignore the senses. A környezetből az agyba jutó információt az agy dolgozza fel, és aztán arra használja, hogy csalatkozzon, hogy átírja a tényeket. We are all in a constant dream state. Mi mind folyamatosan álmodunk, vagy egy álomszerű állapotban vagyunk. We are not in direct contact with reality, but we are in contact with our minds. Nem állunk közvetlen kapcsolatban a realitással, de a saját elménkkel közvetlen kapcsolatban állunk. The narcissist interferes with our dreams. Egy narcisztikus belezavar az álmainkba. In life, we do not learn from experience. Az életben nem tanulunk a tapasztalatainkból. We learn from trauma. A traumákból tanulunk. We learn from our wounds. Sebeinkből tanulunk. The narcissist is a master. It's recognizing your wounds and you making use of them. Egy narcisztikus mestere annak, hogy észrevegye a sebeidet és kihasználja őket. The narcissist interferes with your dreams and resonates with your wounds. Egy narcisztikus belezavar az érzéseidbe és kihasználja a sebeidet. There is no greater intimacy than this. Ennél nem lehetséges mélyebb intimitás. Partners of narcissists say that it is very difficult to find new partners because the intensity is much lower. A narcisztikusok partnerei azt mondják, hogy utána nagyon nehéz új partnerrel élni, mivel az intenzitás csökken. Once you have experienced the narcissist as an intimate partner, all other intimate partners appear to be black and white movies. Miután volt egy narcisztikus partnered, minden további partnered egy fekete-fehér filmnek tűnik. The narcissist is a color movie. Egy narcisztikus egy színes film. An intense, amazing experience. Egy intenzív, elképesztő tapasztalat. Unparalleled, unprecedented, unrepeatable. Megismételhetetlen, és nincsen hozzá semmi hasonló. Because remember that the narcissist interferes with your dreams and resonates with your wounds. And there is no greater intimacy ever than this. Mert ne felejtjétek, hogy egy narcisztikus bele kapcsolatba kerül az álmaiddal, rezonál a sebeiddel, és ennél soha semmilyen körülmények között nincsen nagyobb intimitás. Before we go into the mind of this pretty unique creature, let me, as promised, tell you what are the eight techniques. Mielőtt alámerülünk ennek a
hihetetlen lénynek az elméjébe, ahogy ígértem, először következik a 8 technika. There are 8 techniques. I invented 7 of them, and I'm very sad to say that someone else invented the 8. 80, ebből 7-et én dolgoztam ki, és nagy szomorúságomra azt kell, hogy mondanom, hogy a 8-at nem én. It's devastating. I've never recovered from that. Egy szörnyű trauma volt, azóta sem jutottam rajta túl. But let's keep it between us. De maradjunk a komolyság talaján. By far the most effective technique is no contact. A messze az a leghatékonyabb, hogyha semmilyen kapcsolatban sem állunk egy narcisztikussal. The minute you have identified someone as a narcissist or with pronounced narcissistic traits, you walk away. Amint tudatára ébredtél, hogy egy narcisztikussal van dolgod, vagy valakivel, akinek narcisztikus tendenciái vannak, a legjobb dolog, amit tehetsz, hogyha veszed kalapodat. And yes, you walk away even if it is your mother, or father, or son, let alone husband, or wife. You just walk away. És ez még akkor is így van, hogyha saját szüleidről, házastársaidról, vagy gyermekeidről van szó. You maintain no contact, direct or indirect. Sem megszakítasz minden közvetlen vagy közvetett kapcsolatot. If you are forced to communicate, you communicate via service providers like lawyers and accountants and courts. Amennyiben mégis kommunikáltok, akkor ez szolgáltatókon keresztül, például ügyvédeken vagy bíróságokon keresztül történjen. You receive no gifts, you answer no phone calls, you do not become friends. Nem fogadsz el ajándékokat, nem veszed fel a telefont, és ajándékokat sem fogadsz el. You do not follow the social media accounts of your ex-partner. Nem követed a közösségi média felhasználóikat. You don't talk to friends of your partner. Nem beszélsz a barátaikkal sem. To your partner's mother. Az anyjával sem. You go no contact. És teljesen megszakítod a kapcsolatot. This is by far the most efficient technique. Ez messze ez a leghatékonyabb technika. And today, recommended by most mental health practitioners and family therapists. És manapság is a legtöbb mentális egészséggel foglalkozó szakember, illetve családterapeuta ezt ajánlja. What if you have children together? Akkor is, hogyha, és mi van, hogyha vannak gyermekeitek, közös gyermekeitek? You minimize contact. Minimalizálod a... You work through third parties. Harmadik feleken keresztül érintkeztek. You never discuss personal issues not connected to the children. Soha nem beszélsz meg nem a gyerekekhez kapcsolódó kérdéseket. What if you have a very successful and profitable business together? És hogyha egy nagyon sikeres üzletben veszel részt? You dismantle it. Leszereled. You go. Elmész. Your sanity and survival are more important than any business. Az épp elmélyűséged és a túlélésed minden ezeknél mind fontosabb. What if it is your mother? És az édesanyád? Same. Ugyanaz. Son. Elmész. Same. Hogy még hogyha házastársad, akkor is. Narcissist is toxic. You walk away. A narcisztikusok mérgezőek. El kell menned. In all my years, decades of work in the topic, I have never heard a good reason not to go no contact. Az elmúlt évtizedekben, amit narcisztikusokkal töltöttem, nem találtam egy olyan okot sem, ami ennek ellentétére szólna. If you don't want to go, if you don't go no contact, it's because you do not want to go no contact. Akkor nem szakítod meg a kapcsolatot, hogyha nem akarod megszakítani a kapcsolatot. Because the narcissist still fulfills some emotional needs. Mert még egy narcisztikus is betölthet bizonyos érzelmi szükségleteket. So then if you are still in contact, there are the other 7 techniques. Szóval, hogyha mégis kapcsolatban maradtatok, akkor következik a további 7 technika. A very effective technique which I did not invent is called gray rock. Az egyik technika, amit sajnos nem én fejlesztettem ki, ezt úgy hívják, hogy szürke szikla módszer. It is providing the narcissist with minimal
minimal response, pretending to be boring, one-dimensional, a bit stupid, not interesting. Egy olyan képet mutatsz a narcisztikus felé, amely alapján nem az visszajelzéseket, nem vagy érdekes, kicsit egydimenziósnak és butának tűnhetsz. Gradually the narcissist, presumably, will lose interest in you and move on to the next source of supply. Valószínűleg a narcisztikus nem sokára rád fog unni, és tovább áll a következő áldozatra. It's a very, very effective technique. Ez egy nagyon hatékony technika. And works very fast. És nagyon gyorsan működik. Usually within months. Általában hónapok lefolyása alatt. All you have to do is respond minimally, not to the point, ignore, stare, do nothing. Csak annyit kell tenned, hogy nem válaszolsz, érdektelen vagy, nem a kérdésre válaszolsz, a levegőben nézel, és ennyi. Next technique is called deflection or decoy technique. A következő technika az elhárítás. It is to find a common enemy. Egy közös ellenség megkeresése. The neighbor. Szomszéd. The boss. A főnök. His sister-in-law. A test sógora. The favorite, mother-in-law. A kedvenc anyós. Someone you can agree with a narcissist is a common enemy. Valaki, akivel szemben egy narcisztikussal egy oldalon lehettek. Then you and the narcissist become allies against this common enemy. És akkor te és a narcisztikus szövetségesekké váltok ezzel a közös ellenséggel szemben. It could be an institution. Lehet egy intézmény is. The ruling party. A kormányzó párt. The church. Az egyház. The United States. Az Egyesült Államok. It's a favorite. Egy kedvenc. You just find a common enemy, and then you become friends of the narcissist. Csak kerestek egy közös ellenséget, és már is barátok vagytok. So this technique is called deflection or decoy. Ezt hívják elhárításnak. The next technique is called mirroring. A következő technika a neve tükrözés. It should never be used with a psychopathic narcissist. És ezt egy pszichopata narcisztikussal szemben soha nem szabad alkalmazni. Psychopathic narcissist has no impulse control, tends to be violent, and is defined. Egy pszichopata narcisztikusnak nincsen kontrollja az impulzivitása felett, és emiatt rendkívül veszélyes. But with regular narcissists, it works miracles. De egy rendes narcisztikussal szemben csodákra képes ez a technika. You simply mirror the narcissist. Csak simán tükrözöd a narcisztikust. Mirroring is a very bad term that I chose, because in a mirror everything is opposite, reverse. But actually it's copying, imitating the narcissist. A tükrözés kifejezés, amit én alkottam meg, annyiban nem pontos, hogy egy tükörben minden fordítva áll, míg a valóságban az történik, hogy másolod, imitálod a narcisztikust. He shouts, you shout. Ha ő kiabál, te is kiabálsz. He humiliates you, you humiliate him. Hogyha megaláz téged, te is megalázod őt. He cheats on you, you cheat on him. Ha megcsalod, te is megcsalod. Whatever he does, you do. Bármit tesz veled, te ugyanazt teszed ővel. The famous song, anything you can do, I can do better. Van ez a szám, anything you can do, I can do better. Bármit te meg, akármit tudsz tenni, én azt jobban tudom, mint te. This is the essence of the technique. Ez ennek a technikának a lényege. It has two effects. Escalation. Narcissist is a coward, like all bullies. And escalation. When the narcissist faces escalation, he backs off. Két hatása van. Az egyik az eszkaláció, és mivel a narcisztikus, mint minden agresszor alapvetően gyáva, amint elkezd eszkalálódni a helyzet, a narcisztikus visszalép egyet. Second effect, it creates in the narcissist self-awareness. The narcissist is not introspective. He doesn't have self-awareness. So mirroring helps the narcissist to see himself in the mirror, to see what he's doing. A második hatása, hogy
tükröt tartunk ezzel a narcisztikusnak, aki ezzel reflektálni tud önmagára, vagy kap erre egy lehetőséget, ugyanis egy narcisztikusból hiányzik a saját érzéseivel való tisztában levés. I never know when the Hungarian part ends. Sose tudom, mikor van vége a magyar résznek. Okay. For those of you who study psychology, who are into psychology and like very much psychological phrases, this technique is actually a form of operant conditioning. Azok számára, akik szeretik a pszichológiát, vagy pszichológiát tanulnak, a releváns szakifejezés az operáns kondicionálás. Operant conditioning. So it conditions the narcissist to behave. Szóval ez a behavior. Behave. Szóval ezzel arra kondicionáljuk a narcisztikust, hogy megfelelően viselkedjen. We use operant conditioning in domesticating pets. A házi állatok megnevelésére is ezt használjuk. Only pets are a pleasure. Azzal a különbséggel csupán, hogy egy házi állat az kellemes. The next technique is known as shared psychosis or shared psychotic disorder. A következő technika a közös megosztott pszichózis. This technique has other names: delusional narrative, Stockholm syndrome, trauma bonding, etc. Ennek a technikának több neve is van: traumakötés, Stockholm szindróma, vagy. It is exactly the opposite of mirroring. Pontosan a tükrözés ellentéte. Whatever the narcissist does, you exaggerate. Bármit tesz egy narcisztikus, te ugyanezt túlzod el. So the narcissist says, I solved this problem at work today. Szóval egy narcisztikus azt mondja, hogy volt ez a probléma a munkahelyemen, és megoldottam. All my stupid colleagues and my idiot boss could not solve it. I came in 5 minutes, I solved it. A hülye főnököm és a kollégáim esélytelen volt, hogy megoldják, én jöttem és megoldottam. 5 perc alatt. In shared psychosis, the response would be, why did it take you 5 minutes? You are such an amazing genius. Normally it would take you 2 minutes. Egy megosztott pszichózis során visszakérdez az ember, hogy miért 5 perc, miért amekkora zseni vagy, miért nem oldottad meg 2 perc alatt. And why do you spend your time in this stupid job with these retards? You deserve a lot better. You are a genius of global proportions. Not recognized yet, but you know. És miért dolgozol ezek között, az ostobák között? Hát egy világméretű zseni vagy. Hát még ez nem jött ki, de az vagy, hogy mit keresel itt? You create a caricature. You caricaturize the narcissist's grandiosity and behaviors. You make caricature out of the narcissist's grandiosity and behaviors. Karikírozod a narcisztikus grandiozitását, illetve viselkedését. Egy karikatúrát készítesz belőle. And in literature, this is known as parody. You parody the narcissist. Az irodalomtudomány ezt nevezi paródiának, és parodizálsz ezzel egy narcisztikust. Parodia. This has the amazing effect that the narcissist becomes modest. Ennek az a hihetetlen hatása van, hogy a narcisztikus szerényé válik. A typical reaction? Well, don't exaggerate, you know, I'm not such a genius. A tipikus reakció erre az, hogy hát ne túlozz, hát nem vagyok azért ekkora zseni. And it's therefore a technique of behavior modification. Ez ennek megfelelően egy viselkedési módosító, modifikációs technika. You enter the psychotic world of the narcissist and you enhance it, you amplify it, so that even the narcissist sees how crazy he is. Belelépsz a narcisztikus belső furcsa világába, felerősíted, és így még a narcisztikus is látja, hogy mennyire torz ez. The next technique is closely connected to this technique. A következő technológia lazán kapcsolódik ehhez az előzőhöz. It is to provide the narcissist with calibrated, reasonable, but very high-grade narcissistic supply. It is to provide the narcissist with well-calibrated and reasonable, high-grade
narcissistic supply. És ez pedig úgy történik, hogy ezt a narcisztikust ellátjuk egy jól bekalibrált, magas minőségű narcisztikus forrással. Narcissistic supply is of course attention. Essentially, attention. Now, attention could be positive, but also negative. Any attention is narcissistic supply. It's a mistake to think that only positive attention. A narcisztikus forrás, ez lényegében a figyelmet takarja, legyen szó akár pozitív, akár negatív figyelemről. A negatív figyelem ugyanúgy számít. So, to tell the narcissist, I admire you, you know so much, you're amazing, you're more sexy than Wikipedia. Szóval azt mondani egy narcisztikusnak, hogy eszméletlen vagy, hát hihetetlen, hogy mennyit tudsz, és még annyira jól is nézel ki. Is a form of high-grade narcissistic supply. Ez egy magas minőségű narcisztikus forrás. But to say to the narcissist, I am terrified of you, you frighten me, you are so strong and so ruthless and so cruel, that is also high-grade narcissistic supply. De hogyha azt mondjuk ennek a narcisztikusnak, hogy megrémítesz, félelmetes vagy, annyira erős vagy és kegyetlen és irgalmatlan, azzal ugyanezt a magas minőségű narcisztikus forrást biztosítjuk számára. Narcissistic supply is a drug. And the narcissist is a junkie. A narcisztikus forrás az egy drog, és egy narcisztikus az drogos. The technique is simple. You become the pusher. Egyszerű a technika, te leszel a dealer. You just provide the drug, the fix, the dose. Te adod neki a napi adagot. This creates extreme dependency. És ez pedig extrém függőséghez vezet. And actually, narcissists with a very high, with a source of very high grade supply, become codependent, or even borderline. És borderline. És azok a narcisztikusok, akik ezt a magas minőségű narcisztikus forrást megkapják, azok társfüggők, azaz kodependensek lesznek, és elkezdenek borderline-ra hajazni. Narcissists are dependent personalities. Egy narcisztikus az egy függő személyiség. Make sure they depend on you. Bizonyos, hogy meg róla, hogy te vagy az, akitől függenek. You provide good supply, you can name your price. Hogyha jó az anyagod, te szabod meg az árat. Like in Harlem. Mint Harlemben. The next technique is known as withholding. Következő technika neve visszatartás. Opposite of the first of the previous technique. És ez pedig az előző technikának a szöges ellentéte. In the previous technique you give supply. Az előző technika során te. In this technique you withhold supply. You do not give supply. Az előző technikában te biztosítod ezt a forrást, ebben a technikában pedig te vagy az, aki visszatartja ezt a forrást. You withhold communication, silent treatment. Csendes kezelés, nem kommunikálsz vele. You withhold sex. Nem szexelsz vele. You withhold sexual exclusivity. This is known as triangulation. Nem, tovább megcsalod, ezt hívják szexuális triangulációnak. So, you withhold critical elements. Elements that are critical to the narcissist self-regulation. Visszatartasz olyan dolgokat, amelyek az ő önszabályozásához elengedhetetlenek. By withholding these elements, you force the narcissist to court you. Azzal, hogy visszatartod ezeket a dolgokat tőle, arra kényszeríted a narcisztikust, hogy udvaroljon neked. To try to force you to extract what you are withholding. Hogy végül megad neki, rákényszerítsen, hogy megad neki, amire szüksége van. You withhold sex, suddenly is very interested. Ha nem szexelsz vele, hirtelen nagyon szeretne. You withhold communication, suddenly he constantly tries to communicate. Nem kommunikálsz vele, akkor hirtelen ő nagyon szeretne veled kommunikálni. You triangulate with another man, he becomes jealous and possessive. Hogyha triangulálsz és megcsalod egy másik férfivel, akkor hirtelen nagyon féltékeny lesz. Withholding is a very powerful technique. A visszatartás egy nagyon erős technika. Up to a point. Egy bizonyos szintig. It must be combined with the previous technique. Ezt kombinálni kell az előző technikával. Never alone. Soha nem magában. So, short bursts of high grade supply
Short birth, short periods of withholding. Supply, withholding, supply, withholding. Egy rövid időre megadod neki, amire vágyik, magas minőségben, utána pedig megvonod tőle, és ezt a kettőt váltogatod. And this is known as intermittent reinforcement. Ezt hívják időszakos megerősítésnek. If you review, if you have a look, a fresh look at the techniques that I've described, what strikes you? Hogyha egy friss szemmel ránézel mindezekre a most bemutatott technikákra, mi az, ahol kilóg a lógláb? All these techniques. Az összes technikánál. Intermittent reinforcement. Időszakos megerősítés. Conditioning. Kondicionálás. Trauma bonding. Traumakötés. What strikes you? Mi az, ami megüti a füledet? These are exactly narcissistic behaviors. Ezek mind narcisztikus viselkedésmódok. That's exactly what the narcissist does. Ez pontosan az, amit a narcisztikus veled csinál. To you. Veled. In other words, the only way to manipulate a narcissist and survive to tell about it. Szóval az egyetlen módja annak, hogy manipuláljunk egy narcisztikust és túléljük ezt az egész folyamatot. Is to become one. Az, hogy te is egyé váljál, egy narcisztikussá váljál. In a minute we'll talk about it. This kind of acquired behavior is known as narcissistic psychopathic overlay. Overlay. Ezt hívják, ezt a technikát, amiről nem sokára beszélni fogunk, ezt hívják pszichopata narcisztikus átfedésnek. Our studies show clearly all over the world that partners of narcissists over time, as they are traumatized and victimized, develop pronounced narcissistic and psychopathic behaviors. Az összes tanulmányunk azt mutatja, hogy akik narcisztikusok partnerei, az idő előre haladtával maguk is pszichopata és narcisztikus jegyeket kezdenek el mutatni. Narcissism, ladies and gentlemen, is far more infectious than the coronavirus. Hölgyeim és uraim, a narcizmus sokkal fertőzőbb, mint a koronavírus. And far more widespread. És sokkal elterjedtebb is. And there is no way to quarantine the victims. És nincsen karantén. So, this is precisely coming back to the beginning, why my only recommendation, only, is no contact. Always has been my recommendation since I invented it, and to this very moment, only no contact. És itt csatlakoznék vissza az előadásom kezdetéhez, amikor is azt mondtam, hogy ez egyetlen igazán jó módszer az, hogyha megszakítjuk a kapcsolatot. Pont ezért ezt én dolgoztam ki, és mindig is ezt mondtam, hogy ez az egyetlen igazán előrevívő módszer. You remain in contact with the narcissist, you are playing with fire. Ha kapcsolatban maradsz egy narcisztikussal, akkor a tűzzel játszol. You are playing with your soul. A lelkeddel játszol. With your sanity. Az épp elmélyűségeddel játszol. You will end up being narcissists and psychopaths. Vagy narcisztikus leszel a végére is, pszichopata is. These behaviors, the narcissistic psychopathic overlay, these behaviors are transient, they are temporary. Ezek a viselkedés formák, amiket a pszichopata narcisztikus átfedésben leírtam, ezek átmenetiek. Victims of complex post-traumatic stress disorder display behaviors which are identical to borderline personality disorder. A komplex posztraumás stressz zavar áldozatai olyan viselkedés formákat mutatnak, ami a borderline-nal egyezik meg. As the trauma heals, these behaviors vanish. Ahogyan a trauma gyógyul, ezek a viselkedés formák eltűnnek. Except two things that never ever recover. Kivéve két dolog, amely soha nem fog eltűnni. The ability to trust other people. A másokban való megbízás képessége. And empathy. És az empátia. Victims of narcissists, people with long exposure to narcissists and psychopaths develop empathic deficit that never recovers. Azok, akiket egy pszichopata narcisztikus megsebzett egy kapcsolatban, hosszú távon empátiás hiányt fognak elszenvedni. Similar empathic deficit we can find among alcoholics.
az alkoholisták között találhatunk hasonló empátia deficitet, hiányt. Among drug addicts. A drogfüggők között. Among people with chronic illnesses. A krónikus betegségekkel küzdők között. Among people with terminal illnesses. Halálos, terminális betegségekkel küzdők között. Is this the way you want to end up? Te is így szeretnéd végezni? Why play these games? Miért játszasz a játékot? What is the aim of manipulating the narcissist? Mi a célja annak, hogy manipulálj egy narcisztikust? Don't even pack your things. Ne is pakold össze a dolgaidat. Don't bother. Az még azzal se törődj. Walk away. Fogd magad és menj el. Fuss. This has been the 45 minute, 15 minutes that I promised. És hát ez volt a 45 perces, 15 perc, amit ígértem. And now I'm inviting you to a tour of the narcissist mind. És most pedig betekintést nyerhetünk egy narcisztikus elméjébe. As we tour the narcissist mind, you will understand why each of these techniques is working. So this is actually the second part of the lecture, is to explain to you why these techniques are working and to allow you, with this deeper understanding, to use these techniques more effectively. És miközben betekintést nyerünk egy narcisztikus elméjébe, meg fogjátok érteni, hogy miért működnek ezek a technikák, és hogy hogyan lehet őket használni. Mi ennek a háttere? The reason the narcissist is very effective at manipulating you, controlling you, and inducing in you emotions and moods is because, exactly like you, the narcissist is a victim. A narcisztikus azért tud rendkívüli módon manipulálni és hatni az érzelmeidre, mert hozzád hasonlóan ő is egy áldozat. Narcissism is a post-traumatic condition. A narcizmus az egy posttraumás stressz zavar. The narcissist has been the victim, usually, of his parents. A narcisztikus általában a szülei áldozata. As a victim, the narcissist chose a highly specific solution. Mint egy áldozat, a narcisztikus erre egy nagyon specifikus válaszreakciót ad. But the fact that the narcissist chose a specific solution does not mean that the narcissist is not a victim. De az, hogy a narcisztikus erre egy bizonyos feloldást választ, he is as much a victim as you are. Ez nem jelenti, hogy ő nem áldozat, ő ugyanúgy áldozat, mint ahogy te áldozat vagy. The reason the narcissist victimizes you is that he wants company. Egy narcisztikus azért fog téged áldozattá tenni, mert társaságot szeretne magának. As long as you are not victimized, you are alien to the narcissist. Amíg te magad nem vagy áldozat, addig idegen vagy egy narcisztikus számára. Narcissist wants to feel at home. Otthon szeretné érezni magát. Among his own kind. Sajátjai között szeretne lenni. He wants to be among victims. Áldozatok között szeretne lenni. Because he is a victim. Mert ő egy áldozat. So he converts and transforms everyone around him into a victim. És ezért mindenkit maga körül áldozattá tesz, áldozattá változtat át. Simply to feel at home. Egyszerűen csak azért, hogy otthon érezze magát. And of course, the clinical concept is comfort zone. És természetesen itt a klinikai háttér a komfortzóna fogalma. The narcissist comfort zone is among victims. A narcisztikus komfortzónája egy olyan tér, ahol áldozatokkal van egy légtérben. The narcissist will victimize you. Never mind what you do. Egy narcisztikus áldozattá fog tenni téged, akármit teszel. Never mind what you do not do. Mindegy, hogy mit nem teszel. Never mind how often you do or do not do what you do or do not do. És mindegy, hogy milyen gyakran teszed, vagy nem teszed azt, amit teszel, vagy nem teszel. Never mind if you are. Mindegy, hogyha te is narcisz. Because you don't even have to be for the narcissist to victimize you. Nem mindegy, hogy vagy-e vagy sem, mert nem nincs szüksége rád, hogy áldozattá tegyen. And here's the worst part. És itt jön a legrosszabb része. When the narcissist converts you to an image of himself, amikor egy narcisztikus önmaga képévé tesz téged, he's doing you a favor. Szívességet tesz neked. Because he is superior. Mert ő felsőbbrendű.
He is godlike. Olyan, mint egy Isten. He is bringing you up to his level. Felemel a saját szintjére. What does it say in Genesis, the first chapter of Genesis in the Bible? Mit mond a Bibliában a Genesis első fejezete? God created man in his own image. Isten a saját képmására teremtette az embert. The narcissist creates you in his own image. Egy narcisztikus saját képmására fog téged megteremteni. He is furious at your lack of gratitude. És méretetlen dühhel tölti el, hogy nem vagy hálás neki. Here is investing in inferior you. Ő benned, mint... There's a phone ringing. No, don't worry. I'm not available. So here he is investing in inferior you. Ő benned, mint egy alacsonyabb lénybe befektet, beléd fektet. He is very close to God. Ő nagyon közel áll Istenhez. Sometimes they change places. Néha helyet is cserélnek. And here he is. És itt van. Having chosen you. És kiválasztott téged. Having selected you. Kiválasztott téged mások közül. He could have chosen anyone. Bárkit választhatott volna. But he chose you. De téged választott. And here he is molding you, shaping you like Pygmalion and Galatea. És itt van és formál téged, mint Pygmalion formálta Galateát. And how do you react? És te hogyan reagálsz erre? You're unhappy. Boldogtalan vagy. You claim to be abused and victimized. Azt mondod, hogy bántalmaztak és átadtad. You're too stupid to realize the enormous gift you are receiving. Túl buta vagy ahhoz, hogy észreved, milyen hatalmas ajándékot kaptál valakitől. You must understand this. Ezt meg kell értened ezt. The narcissist is very angry at you. A narcisztikus nagyon dühös rád. All the time. Mindig. Either because you are too retarded to appreciate his gifts. Vagy mert túl retardált vagy ahhoz, hogy értékeld az ajándékait. Which is usually the case. Or, if you are intelligent, you are too ungrateful. És általában az első a helyzet, vagy amennyiben intelligens vagy, akkor hálátlan vagy felé. The narcissist partner is in a binary state. Retard or ungrateful. Egy narcisztikus partnere vagy retardált, vagy pedig hálátlan. And usually ungrateful retard. De általában egy hálátlan retardált. And so the narcissist says to himself, to mold my partner, I must resort to extreme and radical measures. És a narcisztikus azt mondja magának, hogy ahhoz, hogy tégem formáljon, ehhez radikális intézkedésekre van szükség. Americans call it tough love. Az amerikaiak ezt tough love-nak, azaz kemény szeretetnek hívják. They tried it in Iraq. So, megpróbálták Irakban. This is tough love. It's for your own good. Ez egy kemény szeretet, ami a te érdekedet szolgálja. You will thank me one day. Egy nap meg fogod köszönni. If you survive. Ha túléled. But there is a problem. Van egy probléma. And now I'm going to take you into the soul, the psyche and the mind of the narcissist. És most pedig itt látogatást teszünk egy narcisztikus lelkébe, belső világába. There was a sociologist by the name of Giddens. And in the 1990s, Giddens came with a concept called ontological insecurity. Ontological insecurity. Volt egy Giddens nevű szociológus, aki megalkotta a 90-es években az ontológiai bizonytalanság fogalmát. The narcissist is in a state of ontological insecurity. Egy narcisztikus ebben az ontológiai bizonytalanságban van. What is ontological insecurity? De mit is takar ez a fogalom? It's when you don't feel continuous. Szóval, amikor nem érzed a létezésedet folyamatosnak. When you don't feel that your yesterday or your today is a continuation of yesterday and your tomorrow will be continuation of today. Akkor nem érzed azt, hogy a mai létezésed az a tegnapi létezésed folytatása, és a holnapi pedig a mai lesz. Obviously, if there is no continuity, it is impossible to develop an identity. És természetes módon, hogyha az ember nem él meg egy folyamatosságot, akkor lehetetlen identitást kifejleszteni. The narcissist is possibly the only form of human who has no core, no identity.
nokognil. Lehet, hogy a narcisztikus az egyetlen emberi létforma, akinek semmilyen magja, semmilyen belső központja nincsen. In 1995 I proposed that narcissism is a form of multiple personality disorder. 95-ben javasoltam, hogy a narcizmusra tekintsenek, mint egy többszörös személyiségzavarra. Because the narcissist has two selves. Mert a narcisztikusnak két énje van. True self, az igazi én, which is a traumatized, very, very young child. Ami egy traumatizált, nagyon fiatal gyermek. Who is paralyzed by fear and hurt. Akit megbénítja a félelem és a fájdalom. So, this child is dysfunctional and has no effect on the psychodynamics of the narcissist. És ez a gyerek diszfunkciós, és semmilyen hatása nincs a narcisztikus viselkedésmódjára, működésmódjára. And there is the false self. És van a hamis én. Which is godlike. Ami istenszerű. We'll come to it a bit later. De majd visszatérünk később. So two selves, yes, true and false. A két énje van, egy valódi és egy igazi és egy hamis. Technically, it's multiple personality disorder, because it's a person with two personalities. Lényegében többszörös személyiségzavarral rendelkezik, mert két személyisége van. But I was wrong. De tévedtem. It's the second time I admit something today. I don't know what's happening to me. I was wrong. Because in multiple personality, known today as dissociative identity disorder, in dissociative identity disorder, there is continuity. És azért tévedtem, amit ma már érdekes módon másodszor vallok be, mert a többszörös személyiségzavarban, az a diszociatív identitászavarban van egyfajta folyamatosság. The person with multiple personalities has many personalities. A többszörös személyiséggel rendelkező embernek több személyisége van. But each of these personalities has perfect memory and perfect identity. De mindezeknek a személyiségeknek tökéletes identitása és memóriája van. And each of these personalities has total continuity. És mindezeknek a személyiségeknek tökéletes folyamatossága van. So, if someone with multiple personality has six personalities. Szóval, hogyha valaki, akinek többszörös személyisége van, hat személyiséggel rendelkezik. And one of these personalities is Sam. És mondjuk az egyik Sam. The Sam comes out. Sam előjön. Talks to the therapist. Beszél a terapeutával. And then 4 months later, Sam comes out again. És 4 hónappal később Sam újra előbukkan. Sam will remember the conversation with the therapist. Sam emlékezni fog a terapeutával folytatott beszélgetésre. The six personalities have total continuity, total memory, total identity. Mind a hat személyiségnek teljes folyamatossága van, teljes emlékezete és teljes identitása. Not the narcissist. Egy narcisztikusnak nem. Narcissists forget or have no access to almost 80%, 80%, at least according to my studies, 80% of their memories. 80. A saját kutatásaim szerint egy narcisztikusnak vagy kiesik, vagy pedig elérhetetlen az emlékei 80%-a. Every minute you are confronted with a new person, new narcissist, which has nothing to do with the person a minute before. Minden percben egy új narcisztikussal fogsz találkozni, beszélni, aki egy perce még nem volt ott, és most váltunk. Narcissists suffer from something called dissociation. A narcisztikus ember diszociatív viselkedéstől szenved. Dissociation is breaks in memory. Lényegében feldarabolódik az emlékezete. Missing time. Kihagy néha. So the narcissist misses seconds, milliseconds, microseconds, but misses all the time. Lehet, hogy másodpercekre, de az is lehet, hogy tized másodpercekre. He dissociates all the time.
Tehát mindig darabolódik az ember. Is not continuous. Nem folytatólagos. How to live like that? Hogyan lehet így élni? What the narcissist does is called, in clinical terms, confabulation. Ezt hívják, amit a narcisztikus személy csinál, az lényegében egy meseszövés. The narcissist invents stories to cover the missing parts. A narcisztikus személy kitalál történeteket arra, hogy a hiányzó darabokat kitöltse. The narcissist says to himself, I remember picking the golf club. Azt mondja magának, hogy emlékszem, hogy felvettem a golfütőt. And I remember the ball going to the hole. És arra is emlékszem, hogy a labda elindult a lyuk irányába. But I don't remember anything in between. De e között semmire másra nem emlékszem. So let's see. Probably, it's logical that I hit the ball with the golf club. Úgyhogy valószínű, de csak valószínű, mert logikus, hogy beleütöttem abba a labdába a golfütővel. Probably. Valószínűleg. It's logical. Logikus. It makes sense. Mert ennek van értelme. It's plausible. Ez a valószínű. But I do not remember it. De nem emlékszem. And this is called confabulation. Ezt hívják konfabulációnak, vagyis meseszövésnek. Very often the narcissist gets the confabulation wrong. Nagyon gyakran a narcisztikus személy téved ebben a meseszövésben. So people think he is lying. Úgyhogy az emberek azt gondolják, hogy ő hazudik. Or gaslighting. Vagy gázlángozik. He is not. He is confabulating. Mesét sző. Here's your problem as victims or partners. Beszéljünk most a problémáról. The narcissist is like the river of Heraklitos. A narcisztikus személy olyan, mint egy folyó. You know, Pantarei, you cannot enter the same river twice. Ismerik bizonyára azt a mondást, hogy kétszer ugyanabba a folyóba nem lehet belelépni. You cannot talk to the same narcissist twice. Ugyanazzal a narcisztikus személlyel sem lehet kétszer beszélgetni. You do not have a relationship with the same person. Nem ugyanazzal az emberrel állnak kapcsolatban. You do not communicate with the same human being. Nem ugyanazzal az emberrel kommunikálnak. Not only there is no one there, there's nobody there. Nincs ott senki. But the emptiness itself is fragmented and fractured to pieces. És ezen kívül, vagy emellett, az az üresség szétdarabolódott. It's like an empty, beautiful, empty palace. Olyan, mint egy üres, de gyönyörű palota. With no inhabitants. Senki nem lakik benne. And the walls themselves. Csupán a falak állnak. Are cracked and falling down. És ezek a falak repedésekkel telik és omladoznak. Partners of narcissists cannot digest this. A narcisztikus emberek partnerei ezt nem tudják feldolgozni. There are two things that victims of narcissists cannot accept and cannot digest. Két dolog van, amit a partnerek nem tudnak egyszerűen megemészteni. One. Az első. The narcissist does not exist. A narcisztikus nem létezik. There is nobody home. Nincs otthon senki. There is no person there. Nincs ott ember. I mean, probably many of you know that I'm a narcissist, yes? Valószínűleg sokan önök közül tudják, hogy én magam is narcisztikus személyiség vagyok. I've been diagnosed with narcissistic personality disorder. Diagnosztizált narcisztikus. Twice. Kétszer is diagnosztizáltak. Over 15 years. 15 év lefolyása alatt. It's pretty safe I'm one. Úgyhogy bizonyossággal állíthatom, hogy az vagyok. So you look at me. Nézzenek rám. Here I am. Itt vagyok. Joking. Viccelek. Talking. Beszélek. Drinking coffee. Kávét iszom. Drinking water. Vizet iszom. Smiling at Barbara. Mosolygok Barbarára. What am I missing? Some of you may think that I'm reasonably okay looking. Talán sokan úgy gondolják, hogy jól is nézek ki. Those with myopia. Sorry. Those with myopia. Akik jól látnak, főleg a szemüvegesek. So, it is impossible for you to grasp that there is nobody here behind this lectern. Ezért önöknek rendkívül nehéz felfogni, megemészteni azt, hogy emögött a pódium mögött senki nem áll. Trust me on this.
De bízzanak bennem. There is nobody here. Tényleg nincs itt senki. You are experiencing mass delusion. Lényegében egy tömeges csalás áldozatai. We will come to it. De majd erre visszatérünk később. This phenomenon is known as the uncanny valley. Ezt uncanny valley. It's difficult to translate. Uncanny valley-nak hívják. The second thing that victims or intimate partners of narcissists find difficult to accept. A második dolog, amit a narcisztikus emberek partnerei nehezen tudnak feldolgozni, a következő. That to the narcissist, they are not special. Ez pedig az, hogy a narcisztikus személynek ők nem különleges emberek. They are commodities. Lényegében kényelmes, hogy ott vannak. As interchangeable as grains of rice. Kicserélhetőek és összetéveszthetőek, olyanok, mint két szem rizs. The narcissist is with you, married to you, has children with you, had experiences with you. A narcisztikus ember lehet, hogy az ön partnere, lehet, hogy házasok, sőt, lehet, hogy gyerekeik is vannak. Told you that he loves you a million times. Elmondta önöknek, hogy szereti magukat. How many times you made love? Hányszor szeretkeztek? He cried. Hányszor sírtak együtt? Intimacy. Mindez intimitás. The minute you stop functioning, he replaces you. De amint ön nem funkcionál tovább, helyettesíteni fogja. Because you are a commodity. Mert, mint mondtam, csak egy kényelmi eszköz. The narcissist loves his wife, and he also loves rice. A narcisztikus személy szereti a feleségét, de ugyanúgy szereti a rizst. And very often he cannot tell the difference. És nagyon gyakran nem tudja megkülönböztetni a kettőt. Victims find it shattering, because their individuality is challenged. Az áldozatok számára ez sokkoló, mivel a saját identitásukat kérdőjelezik meg. So this is the first thing, ontological insecurity, dissociation, confabulation, nobody home, no one there. Ez tehát az első rész, a meseszövés, az, hogy nincs otthon senki. Sorry, before I go to the second thing. So, stop communicating so hard. Mielőtt tovább mennék, még hadd mondjam el, hogy ne próbáljanak meg ennyire erősen, vagy túl erősen kapcsolatba lépni velük. You cannot negotiate with a non-entity. Nem lehet velük egyezkedni. Your agreements mean nothing, because no one signed them. Semmit nem jelent az egyességük, mert senki nem írta alá. You are talking to him, you are talking to yourself. Hogyha vele beszélgetnek, akkor lényegében önmagukkal beszélgetnek. It's a ghost, less than a ghost. Egy szellem, sőt, kevesebb annál. It's a pretension, it's a piece of fiction. The false self is a piece of fiction. Egy feltételezés csupán, ami ott áll önökkel szemben. It's a bad movie. Egy rossz film. It's a script. Egy szövegkönyv. Why do I resemble a human being miért so well? Miért nézek ki mégis úgy, mint egy ember? How do I give this almost perfect rendition of a human being? Hogy tudnak összetéveszteni egy valódi emberrel? I observed many of you. Megfigyelem önöket. For a long time. Nagyon hosszú ideig. I have 190 IQ. Sorry. I have 190 IQ. 190 emberrel találkoztam. I used it. Ja, bocsánat. Oké, az IQ-m 190. I made use of it. Használom is. You are not complex. Nem, önök nem összetettek. You are very basic life forms. Nagyon egyszerű életformák. You are easy to manipulate. Könnyen manipulálhatóak. Because you have 3 or 4 basic modes. Van 3-4 alapjáratuk. Your user manual is pretty rudimentary. No, I can't hear. You can't hear me, or you don't understand what I'm saying? No, I can't. Which of you two? Because we are having difficulties, you and I. I can't hear you. Sorry. Okay, you can't hear me. Then I will increase my voice. Your user manual is rudimentary. Az útmutatási, a kezelési útmutatójuk elég egyszerű. So, you know, it's not too difficult to deceive you into believing that I'm human. Nem túl nehéz megtéveszteni önöket, hogy én valóban egy ember vagyok. It helps that I'm made of carbon. Segít, hogy én is szénből állok. Like the next generation of artificial intelligence.
csak úgy, mint a következő generációs mesterséges intelligencia. When the final androids hit the earth, amikor az androidok leszállnak a földre, they will be made of carbon, ők is szénből állnak majd, they will have superior cognitive skills, rendkívül fejlett kognitív képességekkel rendelkeznek majd. I hope they will be more handsome than me. Remélem, hogy sokkal jobban fognak majd kinézni, mint én. But they will be me. De ők is én leszek. I am it. I am this thing. Én ez vagyok. I am in many respects your future. Sok tekintetben én vagyok a jövő. I think this is the horror at the core of narcissism. Szerintem ez maga a horror, ami a narcizmus középpontjában áll. This is why narcissism had become a global phenomenon. Ezért vált a narcizmus egy globális jelenséggé. From Nepal to Australia and from Egypt to Canada. Ausztráliától kezdve Egyiptomon át mindenhol. There is a universal resonance. Univerzális jelenségről van szó. Because I think you recognize that this life form, narcissist, probably is the future. Szerintem önök felismerték, hogy ez az életforma, a narcizmus, a jövő. I didn't say that. Én ezt nem mondhatnám. A Japanese roboticist said it. Ezt a japán robotfejlesztők mondták. In 1970, Masahiro Mori. 1970-ben Mr. Masahito. Masahiro Mori. Masahiro. Said azt mondta, that when robots become indistinguishable from people, hogy amikor a robotokat már nem lehet megkülönböztetni az emberektől, people will become very frightened, phobic and anxious. Az emberek idegessé és félénké válnak majd. And he called it uncanny valley. Ezt lényegében gonoszságnak hívta. Everyone feels uncomfortable around the narcissist. Mindenki kényelmetlenül érzi magát a narcisztikus személyiségek. We have proved it in studies. Körül. Ezt bebizonyították tanulmányok. People don't know that they are with narcissists in the same room and they will react with extreme anxiety and discomfort. Az emberek nem tudják, hogy narcisztikusokkal vannak egy teremben, de hogyha ez kiderül, akkor idegessé válnak. Why? Miért? They feel that something is missing. Talán érzik, hogy valami hiányzik. Something is off key. Valami talán nincs rendben. Something is imitated, not real. Something is fake. Valami, minthogyha nem lenne igazi. I'm telling you all these things for you to accept that it is not possible to have a meaningful emotional life with a narcissist. Ezeket azért mondom el, hogy ráébredjenek arra, hogy nem lehetséges, értelmes és tartalmas életet kialakítani egy narcisztikus emberrel. And no amount of manipulation will change this. És ez semmi nem fogja megváltoztatni. The next thing you need to understand about a narcissist is that narcissists, like people with other mental health problems, amit érdemes megjegyezni a narcisztikus személyekkel kapcsolatban, csak úgy, mint más problémákkal küzdő emberekkel kapcsolatban. They are capable of what we call paradoxical thinking. Képesek a paradoxikus gondolkodásra. The first person to describe paradoxical thinking, first psychologist, was Bateson. Bateson volt az, aki először leírta a paradoxikus gondolkodást. He called it double bind. Dupla elmének. And then Lang was a famous British psychotherapist. Majd Lang, aki egy híres brit pszichoterapeuta volt. Audi Lang, and he called it the incomplete knot. Ő nevezte a nem teljes csomónak. Paradoxical thinking is simply the ability to have at the same time contradictory thoughts and contradictory beliefs. Ennek a lényege, hogy egy időben egymásnak ellentmondó gondolatok is létezhetnek bennünk, és egymásnak ellentmondó hitünk is lehet. You can't do that. Önök erre nem képesek. You cannot think at the same time, wow, this guy is evil and this guy is wonderful. Önök egyszerre nem gondolhatják azt, hogy
ez a férfi itt nagyon érdekes, vagy hát egyáltalán nem az. You cannot think at the same time I believe the world is good and the world is horrible. Egyszerre nem gondolhatják azt, hogy a világ jó, és azt, hogy a világ rossz. You cannot have conflicting cognitions and conflicting values and beliefs. Egymással konfliktusban álló gondolataik nem lehetnek. This creates in you something called dissonance. Ez diszonanciát kelt önökben. And you solve the dissonance by getting rid of one of the horns, one of the sides, one of the thoughts. Ezt a diszonanciát úgy oldják meg, hogy az egyik gondolattól megszabadulnak. Not so the narcissist. A narcisztikusok nem így oldják narcissist meg. Can at the same time, at the same moment, have conflicting thoughts, contradictory thoughts, contradictory emotions, contradictory values and contradictory beliefs. A narcisztikusoknak lehetnek egymással ellentmondó értékeik, gondolataik. So, who are you talking to when you communicate with a narcissist? Tehát, kikkel is beszélnek önök, hogyha egy narcisztikus emberrel beszélnek? And when you manipulate the narcissist, who are you manipulating? És hogyha manipulálnak egy narcisztikust, akkor kit is manipulálnak valójában? He can say, at 3 o'clock in the afternoon, Barbara is wonderful, and at 3:15, Barbara sucks. Lehet, hogy délután 3 órakor azt mondja, hogy Barbara egyszerűen csodálatos, de 3:15-kor azt mondja, hogy Barbara gáz. He changes his views, his commitments, his promises, his contracts, his everything changes constantly and dramatically. Minden, így például a véleménye is drasztikusan és teljesen megváltozhat nagyon rövid idő alatt. Because he has paradoxical thinking. Azért, mert paradoxikus módon gondolkodik. Why does he have paradoxical thinking? De miért gondolkodik így? Because he doesn't exist. Azért, mert nem létezik. The essence of existence is the stability of cognitions, values and so on. A létezés eszenciája maga a hitrendszer, a gondolataink. And these are known as schemas. Ezeket sémáknak hívjuk. So everyone has schemas. Mindenkinek vannak sémái. Amalgams, collections of emotions, cognitions, beliefs, values. Érzelmek, értékek, gondolatok összessége. And they are stable and they are solid. Ezek stabilak. Under stress they can break down, but still, normally they're very stable. Stressz alatt ezek akár össze is omolhatnak, de azt mondhatjuk, hogy elég stabilak. It makes all of you more or less predictable. Emiatt önök többé-kevésbé előre jósolhatóak, megjósolhatóak. Reliable. Lehet önökre támaszkodni. And of course it allows society to function. És természetesen funkcionálnak is. Narcissists and psychopaths, by the way. A narcisztikusok és a pszichopaták have is. Have none of this. Ezek közül semmivel nem rendelkeznek. They go with the flow. Egyszerűen csak úsznak az árral. And they react to internal dynamics by changing themselves so completely that they are utterly new. A belső dinamikára reflektálva változtatják saját magukat, szinte addig a szintig, hogy teljesen mások lesznek. It is utterly disorienting. Teljesen iránytalan. It's like shape-shifting. Olyan, mint hogyha alakváltoztatást látnánk. You know, in science fiction movies, shape-shifting. Mint a sci-fi filmekben. It's chimera, chimerical. Mint a chimera. It's very, very disorienting and sometimes frightening. Rendkívül összezavaró és néha még ijesztő is. And always infuriating. Gyakran dühöt is kelt. Intimate partners and victims of narcissists spend huge amounts of time trying to nail down the jelly. A narcisztikusok partnerei rengeteg időt töltenek azzal, hogy próbálják meghatározni, hogy mivel is állnak szemben. But yesterday you said this. De tegnap ezt mondtad. But you promised this. Ezt ígérted meg. But didn't we agree? De nem egyeztünk meg valamiben? Total waste of time. Szinte idővesztegetés. The third thing you need to know about narcissists. A következő dolog, amit érdemes tudni a narcisztikusokról. The narcissist
starts as a reflection. A narcisztikus reflexióként kezdi. It's the only human being that starts its conscious existence as a reflection. Az egyetlen olyan lény, amely a létezését reflexióként kezdi. The narcissist constructs his sense of self, the false self. Saját magát az alapján állítja fel. By reflecting himself from other people. Hogy másokat megfigyel és az alapján. Healthy people. Az egészséges emberek. Healthy people have a stable core. Az egészséges embereknek stabil magja van. They get input from other people. Más emberektől kapnak inputot. And they reject most of it. És a többséget visszautasítják. And they reject most of this input for good reason. És ezt jó okkal teszik. They know themselves much better than other people know them. Mivel sokkal jobban ismerik saját magukat, mint mások ismernék őket. This stability of the core remains for life. A mag stabilitása egy életre szól. Regulation of sense of self-worth. Felismerjük önmagunk értékeit. Regulation of moods. Tudjuk moods. Regulázni, igen, tehát tudjuk meghatározni, igen, a érzéseinket, hangulatainkat. Feeling good, feeling bad. Jól érezzük magunkat, vagy rosszul. Regulation of emotions. Érzelmeinket is tudjuk. It all comes from inside. Mindez betekintésből. If you find yourself, belülről jön. If you find yourself on a lonely alone on an island. Hogyha egyszer csak egy kihalt szigeten találják magukat. Nothing will happen to you as far as your sense of self. Semmi nem fog önökkel történni addig, amíg az önök énje érintetlen. Even alone on an island, you would still feel that you are you. Még egy elhagyatott szigeten is érezni fogják, hogy önök önök. Not so the narcissist. A narcisztikus ember nem. The narcissist is the totality of the reflections of other people. A narcisztikus személy más emberek reflekciójának összessége. The narcissist mind is like a hive of bees. A narcisztikus elme olyan, mint egy mékas. Your mind is like a surface. Az önök elméje olyan, mint egy felület. Uninterrupted surface. Egy sík felület. Everything fits in. Mindennek megvan a helye. What doesn't fit in, you discard. Aminek nincs helye, azt kidobják. After 20 years, 30 years, you are absolutely smooth and seamless. 20 év, 30 év elteltével teljesen simák. The narcissist mind is like a hive of bees with hexagons, millions of hexagons. A narcisztikus ember elméje olyan, mint egy mékas. Hexagonok milliói. And to each hexagon, the narcissist collects his reflection in her eyes, in her eyes, in his eyes, in his eyes, in her eyes. Collects millions of reflections. And then processes these reflections, puts them in the hexagons. A narcisztikus személy az emberek reflekcióit összegyűjti, és belegyömöszöli ezekbe a hexagonokba. And what happens when there are no reflections? És mi történik, hogyha ezek a saját non-narcissist? Egyszerűen nincs akkor narcisztikus. The narcissist feels when he is not surrounded by people who reflect him. The narcissist feels that he does not exist. Hogyha a narcisztikus úgy érzi, hogy nem reflektál senki, akkor úgy érzi, hogy ő nem is létezik. You remember the technique of withholding? Emlékeznek a visszatartás technikájára? This is connected to this. Ez ehhez kapcsolódik. If you withhold, you don't reflect. If you don't reflect, you threaten the narcissist's very existence. Hogyha visszatartanak, akkor nem reflektálnak, és ezzel a narcisztikus ember létezését veszélyeztetik. In the relationship with the narcissist, you have 100% of the power. Egy narcisztikus emberrel való kapcsolatban önöknél van az erő 100%-a. The narcissist has zero. A narcisztikusnak 0% hatalma van. The genius of the narcissist is to convince you that he has 100% of the power, a and you have zero.
a narcisztikus abban zseni, hogy meggyőzze önöket arról, hogy ő birtokolja a hatalom 100%-át, önök pedig a 0%-át. The narcissist does have empathy. A narcisztikus embernek emberben van empátia. It's called cold empathy. Ezt hideg empátiának hívjuk. Cold empathy is empathy, but without emotions. Empátia, de érzelmek nélkül. It's goal oriented. Lényegében csupasz. So if I see someone crying, I would recognize that she is sad. I would recognize this. She is sad, so I do have empathy. I have cognitive empathy. Yes? Hogyha valakit látnék sírni, akkor felismerném, hogy az az ember szomorú, tehát van kognitív empátia bennem. But you will say, wow, she is sad. I remember being sad. It's a bad feeling. Can I do something for her? De önök valószínűleg azt gondolnák, hogy ó, látom, hogy ő szomorú, emlékszem, mikor én is szomorú voltam, nem túl kellemes érzés, vajon tehetek-e érte valamit? Emotional resonance. Tehát érzelmi rezonanciáról. She said, I remember being sad. It's a bad feeling. I want to help. Ő szomorú. Én emlékszem arra, hogy milyen szomorúnak lenni, rossz érzés, és ezért szeretnék neki segíteni. The narcissist says, or the psychopath, she is sad. I know what it means to be sad. Not from personal experience, but I know. I read in books, I observed. I know what it means to be sad cognitively. A narcisztikus és a pszichopata ember viszont meglát egy síró embert, azt mondja, hogy tudom, mi az, hogy szomorúnak lenni, mert olvastam róla mondjuk egy könyvben. Now, if I play my cards right, probably at the end of the night I can have sex with her. De ezt nem személyes tapasztalatból tudom. És hogyha jól játszom ki a kártyáimat, akkor lehet, hogy ma este lefeküdhetek vele. Because she is broken. She is vulnerable. Mivel össze van törve és sebezhető. Her defenses are down. It's an opportunity. Épp most nem védekezik semmivel, úgyhogy ez számomra egy lehetőség. Cold empathy is empathy used to find your vulnerabilities. A hideg empátia lényege, hogy megtaláljuk mások sérülékeny pontjait. And then use these vulnerabilities to obtain goals. Narcissistic supply, sex, money, power, contacts, whatever. És ezeket saját céljukra fordítják a narcisztikusok, legyen a szex, pénz vagy hatalom. So, never ever show the narcissist any emotion. Éppen ezért soha, de soha nem mutassák ki érzelmeiket egy narcisztikus ember jelenlétében. Starve the narcissist cold empathy of information. Do not provide information. To the narcissist called empathy. Éheztessék őt. Legyen ez hideg empátia. You want to cry? There's always the toilet. Hogyha szeretnének sírni, akkor menjenek el a mosdóba. You're happy? Keep it to yourself. Hogyha boldogok, tartsák magukban. It's like the Miranda warning. Any emotion you show can and will be used against you. Ez olyan, mint a Miranda jogok felolvasása, hogy minden érzelem, amit kimutatnak, felhasználható önök ellen. And this is called empathy. Ezt hívják empátiának. Bocsánat, ez a hideg empátia. Similarly, never ever offer the narcissist help or advice. Hasonlóképpen soha ne ajánljanak fel segítséget vagy tanácsot egy narcisztikus embernek. It's extremely difficult. Nagyon nehéz. Many of you love the narcissist. Sokan önök közül talán szeretnek egy narcisztikus embert. It's a different lecture. What's wrong with you? Azt majd egy másik alkalom során megvitatjuk, hogy mi is a probléma önökkel. But many of you do. De sokan önök közül mégis szeretik. And when you love someone, I heard, you want to help. És hogyha szeretnek valamit, akkor legalábbis én úgy hallottam, akkor szeretnének rajta segíteni. You want to prevent bad things from happening. Szeretnék megelőzni azt, hogy azzal az emberrel rossz dolog történjen. You want to guide the person in the right direction if you know the right direction. Szeretnék a jó irányba terelni azt az embert, hogyha önök ismerik a jó irányt. Or you just want to hold the person.
vagy lehet, hogy csak szeretnék támogatni azt az embert. These are critical mistakes with a narcissist. Ez a kritikus hibák egy narcisztikus emberrel. I repeat, never ever offer help, advice, guidance or holding. Megismétlem, soha, de soha ne ajánlják fel segítségüket, támogatásukat, vagy azt, hogy segítenek egy narcisztikus embernek. For two reasons. Két okból is. One, the narcissist will interpret your behavior as weakness, as vulnerability. Először is azért, mert a narcisztikus ember úgy fogja értelmezni a szándékukat, mint egy gyengeséget. Something he can leverage, something he can use to obtain goals in the future. Olyas van, ami lesz számára, amit felhasználhat majd ön ellen a jövőben. He will begin to fake the need for help. Elkezdi majd imitálni, elkezd majd úgy tenni, mint hogyha szüksége lenne a segítségükre. Second thing, if you offer the narcissist help and advice, he will think that you are humiliating him. Másodszorban pedig, hogyha tanácsot vagy segítséget ajánl egy narcisztikus embernek, talán azt gondolhatja, hogy megalázza őt. It's narcissistic injury. Ez a narcisztikus seb. The narcissist doesn't need help from you. A narcisztikus embernek nincs szüksége önöktől segítségre. Narcissist doesn't need help from anyone. Senkitől sincs szüksége rá. He's above help. Neki nincs szüksége segítségre. He's omnipotent. He's all powerful. Ő rendkívüli hatalmú, erős. Narcissist doesn't need advice from you. Önöktől nincs szüksége tanácsra. He's omniscient. He knows everything. Ő mindent tud. A narcissist will drive his car for 6 hours before his wife will ask someone for help. Because he cannot find the place. Inkább 6 órán keresztül vezet körbe-körbe, de elkerüli azt, hogy a felesége keressen neki egy parkolóhelyet. If you are offering the narcissist advice or help, you are saying to the narcissist, you are in need of advice and help. Hogyha segítséget vagy tanácsot ajánlanak egy narcisztikus embernek, lényegében azt mondják neki, hogy szükséged van a tanácsra és a segítségre. I have something you don't have. Van nekem valamim, ami neked nincs. For example, I have information you don't have. Például van információm, ami neked nincs meg. Narcissists will react very badly to this. Erre rosszul fognak reagálni. Will never forgive you for offering help and advice. Soha nem fognak megbocsátani önöknek, hogyha segítséget vagy tanácsot adnak. You well know by now, it's something that I described in the mid-90s, a cycle of idealization, devaluation, discard and replacement. Bizonyára már hallottak róla, az 1990-es években írtam le az értékvesztés és az eldobás ciklusát. There is a technique that makes use of this cycle. Van egy technika, ami felhasználja ezt a ciklust. The narcissist first idealizes you, then the narcissist devalues you. Then the narcissist discards you, and then the narcissist replaces you with someone else. A narcisztikus személy először idealizálja önt, majd megfosztja önt értékeitől, majd eldobja önt, utolsó lépésként pedig helyettesíti önt valaki mással. To manipulate the narcissist, you reverse the cycle. Hogy manipuláljon egy narcisztikus embert, meg kell fordítani ezt a ciklust. Remember, idealize, devalue, discard, replace. Emlékezzenek, idealizáció, devalue, discard, replace. Értékvesztés, eldobás, majd pedig helyettesítés. The technique is replace, discard, devalue, idealize. A technika pedig a következő. Helyettesítés, eldobás, leértékelés és idealizáció. Replace the narcissist with someone. Helyettesítse a narcisztikus embert valakivel. Visibly. Láthatóan. Triangulate. Triangularizációval például. Then discard him. Majd dobja el. Not only triangulate with someone, but also discard the narcissist.
ne csak triangularizáció segítségével, hanem dobja is el. As you discard him, devalue him. És ahogy eldobja őt, fossza meg értékeit. I don't know. You're not a man. Például, te nem vagy egy férfi. Example. Ez csak példa volt. And finally, idealize him. Majd végezetül idealizálja őt. That's it. He's yours. Ennyi, az önöké. So it's reverse of the cycle. A ciklus tehát simply reverse the cycle. Now many women came to this behavior intuitively. Nagyon sok nő intuitív szerűen jött rá erre a folyamatra. The maximum effect, maximum impact, if it is all done in one sitting, in one situation. A legjobb eredményt akkor érhetjük el, hogyha egy helyzetben történik mindez. Happened to me recently. Velem is megtörtént. The next thing you should know about the... So as you see, I'm describing the world of the narcissist, and from each aspect of the narcissist personality, I'm giving you some technique or some approach that might work. Ahogy láthatják, folyamatosan technikákat vagy módszereket javaslok önöknek, amelyek talán működhetnek. The narcissist is a victim of abuse. A narcisztikus ember bántalmazás áldozata. That's why he became a narcissist. Ezért vált narcisztikussá. As a child, the narcissist was terrified of pain, of hurt, of unpredictability. Gyermekként félt attól, hogy valaki megbánthatja, és félt attól, hogy megjósolhatatlan dolgok következnek majd. So he created the false self. Éppen ezért egy falat épített maga elé. Narcissists don't have relationships. They have power plays. A narcisztikusoknak nincsenek kapcsolataik, egyszerűen erőjátékot űznek. It's all about power. Minden a hatalomról szól. All of it is establishing a balance of terror, a matrix of power. Minden a hatalom, az erő mátrixának kiépítéséről szól. The narcissist from the very beginning, after the love bombing phase. By the way, the love bombing phase is not telling you, it's not about telling you that the narcissist needs you, or it's about telling you how unique you are. Egészen a szeretet bombázásig. A szeretet bombázás amúgy nem arról, a szeretet bombázás arról szól, hogy elmondjuk neki, hogy mennyire szükségünk van rá. The narcissist is trying in the love bombing phase to convert you into narcissist. A szeretet bombázás folyamata alatt a narcisztikus ember megpróbálja önöket narcisztikussá változtatni. To taste how it feels to get narcissistic supply. Hogy megízlelje, hogy milyen is narcisztikus szolgáltatást, forrásokat nyújtani. So the love bombing phase is simply to give you the taste of this drug, so that you become junkies as well. A szeretet bombázás lényege, hogy megízleltesse önökkel ezt, hogy aztán önök is függőké váljanak. But the minute the narcissist acquires you, the minute the narcissist hoovers you, the minute you belong to the narcissist in his mind. Amint a narcisztikus ember azonban bekebelezi, beporszívózza önöket. The narcissist's message to you is, I don't need you. Az üzenete az lesz, hogy nincs szükségem önökre. There is nothing you have that I want, or that I need, or that I cannot get anywhere else. Nincs semmi olyan a birtokukban, amit máshonnan, mástól meg ne tudnék szerezni. Don't think you have any power over me. Ne higgyék azt, hogy bármiféle hatalmuk van felettem. Because you don't. Mert nincs. You do not have power over me. Nincsen hatalmuk. And I can dump you tomorrow and find someone else in minutes. És holnap ki is dobhatom önöket, és pillanatok alatt találhatok mást. This is precisely the essence of relationships with narcissists. In the first phase, the narcissist tells you how special you are. In the second phase, the narcissist tells you how not special you are. Ez a narcisztikus emberekkel való kapcsolat lényege. A kapcsolat első fázisában elmondja, hogy mennyire különlegesek, majd a második fázisban elmondja, hogy mennyire nem azok. You're amazing.
You're unique. You are the love of my life. I never had this experience with anyone. Lehet, hogy azt mondja a párjának, hogy csodálatos vagy, egyedi vagy, soha nem tapasztaltam még hasonlót, mint veled. I never felt so deeply. Még soha nem éreztem így senkit. You know what? I never felt at all. Tudod mit? Eddig nem is éreztem. You are the first and only. Te vagy az egyetlen és az első. The things you do to me. And this is the love bombing phase and makes you feel very, very unique, one in the world. There's only one you. Ez a szeretetbombázás első fázisa. Itt úgy érezhetik magukat, mint hogyha a világon egyedülállóak lennének. And then the shocking transition to the exact opposite message. Majd elkezdődik a sokkoló átmenet a totális ellentétbe. Actually, you don't have anything I'm interested in. Igazából semmi különlegeset nem tudsz nekem nyújtani. You can offer nothing I need. Semmit nem tudsz adni nekem. And what you offer, I don't need. Vagy amit esetleg tudnál, az nekem nem kell. If I'm a cerebral narcissist, I'm above sex. Sex is for without. Hogy lehet, hogy narcisztikus vagyok, és azzal szexelek, akivel akarok. If I'm any kind of narcissist, I'm above emotions. Love is for stupid people. Az érzelmek weak nekem people. Nem fontosak, főleg az emberekkel kapcsolatos érzelmek. And if it's not you, then someone else. És hogyha nem te vagy az az ember, akivel én együtt leszek, akkor egy másik ember lesz az. You should be honored and grateful that I've introduced you into my exciting and adventurous life. Hálásnak kellene lenned azért, amiért én bevezettelek az én érdekes és hihetetlen életembe. It is this pendulum of conflicting messages that totally unsettles and destabilizes the victim. Egyszerűen inga módjára ingadozunk az egymásnak ellentmondó üzenetek között, és ez sokkolják az áldozatot. The narcissist fully expects to lose you. A narcisztikus számít arra, hogy elveszti majd a párját. He already behaves as though he had lost you. És már az elején úgy viselkedik, mint hogyha el is vesztette volna. You're always temporary. Igazából csak önök csak egy átmenet. Even if you're 30 years together, you're still temporary. Lehet, hogy 30 évig együtt vannak, de tudja, hogy ez csak ideiglenes állapot. Narcissists have something called anticipatory loss anxiety. Úgynevezett elveszett idegesség, előzetes idegességük van ezeknek az embereknek. From very early age, narcissists have something called object inconstancy, or object impermanence. A nagyon korai szakasztól kezdődően a narcisztikusoknak úgynevezett objektum állandóságuk van. Again, for those of you who are in psychology, object impermanence is a term coined by Jean Piaget, child psychologist in the late 60s. And object impermanence is a term coined by Jean Piaget, child psychologist. Azok számára, akik jártasak a pszichológiában, talán ismerősen hangozhat Jean Piaget neve, egy francia pszichológus volt, aki ezt a tárgyállandóságot leírta. An object inconstancy is a term coined by Margaret Mahler, another she was not a psychologist actually, she was a doctor, but expert on child psychology. Can you repeat her name, please? Yeah, Margaret Mahler. Margaret Marlowe volt az, ő egy brit pszichológus volt, aki a tárgy állandótlanságot leírta. You know, when a baby at a very early age, before the first year of life, between 5 months and 1 year, when mother leaves the room, the baby starts to cry, because out of sight, out of existence. If the baby doesn't see mother, mother stops to exist. Bizonyára ismerik azt a jelenséget, mikor egy kisbaba 5 hónapos és 1 éves kor között, hogyha kimegy a szobából az édesanyja, akkor elkezd sírni. Ez oda vezethető vissza, hogyha nem látom, akkor nem is létezik. Gradually, the child creates a representation of mother inside his mind. Szépen fokozatosan a gyermek a saját anyjáról egy reprezentációt képez az elméjében. When mother is in the room,
the child interacts with mother. Amikor az édesanyja ott van a szobában, akkor a baba kapcsolatba lép az anyjával. When mother is outside the room, the child interacts with the representation of mother. Amikor az anyuka elhagyja a szobát, akkor a gyermek az anyuka képével áll kapcsolatban. This representation is known as imago. Ezt hívják imágónak. So, with a narcissist, there is a problem at this phase. And what happens is, the narcissist interacts only with the representation. Azonban van egy probléma, hogy a narcisztikus emberekkel, ugyanis ők csak ezzel a képpel állnak kapcsolatban. Can you think why? Why would the narcissist prefer to interact with the representation and not with you? De vajon miért? Miért szeretne inkább egy képpel kapcsolatba kerülni, mint önökkel? I gave you the clue. I gave you the answer, actually. Most elmondom a választ. If I am afraid to lose you, I would prefer to interact not with you, but with your representation. Hogyha félek attól, hogy elveszthetem önöket, akkor inkább az önök képével állok kapcsolatba, mint a valódi énjükkel. You can always walk away out of my life. Bármikor elsétálhatnak az kisétálhatnak az életemből. I don't control what you do. Hiszen nem irányíthatom azt, hogy mit tesznek. And what you may do. Vagy hogy mit tehetnek. But I have full control over the representation inside my mind. Az elmémben létező kép felett azonban teljes hatalmam van. So the minute the narcissist sees you and decides that you are potentially a good source of supply, abban a pillanatban, hogy a narcisztikus meglátja önöket, és úgy dönthet, hogy ők tökéletes források lehetnek, a shocking process takes place. Egy igen sokkoló folyamat veszi kezdetét. And you're not even aware of it. És nem is tudják, hogy ez zajlik. The narcissist snapshots you. Takes a snapshot. A narcisztikus ember lényegében lefényképezi magukat. With his mental camera. A mentális kamerájával. So, he meets someone. He thinks she can supply, provide supply. At that second, he takes a snapshot. Megismerkedik valakivel, úgy gondolja, hogy az az ember jó forrás lesz, és abban a pillanatban lefényképezi őt. From that second, I want you to understand this. It's extremely difficult to believe. I know. From that second, all the time, the narcissist interacts never, ever with you. Always with a snapshot. És ettől a pillanattól kezdve, és ezt fontosnak tartom, hogy megértsék, ettől a pillanattól kezdve a narcisztikus ember nem önökkel áll kapcsolatban, nem önökhöz beszél, hanem az önökről alkotott képpel. In a minute you will understand why the narcissist has at some point to devalue you, although in many cases the cycle repeats itself many times, but such a cycle must exist. És itt most meg fogják érteni, hogy miért is fontos ez az értéktelenedés, és hogy miért is létezik ez a ciklus, amelyről már beszéltünk. The narcissist has you and a snapshot. But you are not the snapshot. A narcisztikus elmében te egy pillanatkép vagy, de te nem egy pillanatkép vagy. You have your own life. Megvan a saját életed. You develop. Fejlődsz. You study. Tanulsz. You travel. Utazol. You have lovers maybe. Talán szeretőid is vannak. Don't tell anyone. Nem mondd el senkinek. I mean, things happen to you. Dolgok történnek veled. You initiate things. Kezdeményezel. You are, in other words, dynamic. Más szavakkal élve, dinamikus vagy. The snapshot is static. Pillanatkép az pedig statikus. You start from the same position. Ugyanonnan indulsz. Overlapping. Átfettek. And then what happens? És utána mi történik? You move away. Te elmozdulsz. Snapshot is here. A fényképp az pedig a helyén marad. And you're here. És te pedig már itt vagy. But the narcissist is emotionally invested in the snapshot. De egy narcisztikus ebbe a pillanatképbe fektetett bele érzelmileg. Controls the snapshot.
e fölött van uralma. Talks to the snapshot. Ezzel beszél, ezzel kommunikál. So you gradually become less and less relevant as you diverge from the snapshot. És ahogyan te egyre jobban eltérsz ez a képhez képest, egyre kevésbé is leszel fontos. At some point you become a threat. Egy ponton fenyegetéssé válsz. The differences between you and the snapshot are so enormous that even the narcissist cannot deceive himself that the snapshot is accurate. Idő után akkora lesz a különbség közted, illetve között a fénykép között, hogy még egy narcisztikus sem tudja magát annyira átverni, hogy ne lássa ezt a különbséget. At some point you challenge the snapshot. Egy ponton fenyegetés jelent ezzel a pillanatképpel szemben számára. You all know that point. Ti mind ismeritek ezt a You've pontot. You've all gone through it. Mind átmentetek rajta. Because the narcissist starts saying things like a narcisztikus elkezd majd ilyeneket mondani, hogy You have changed a lot. Sokat változtál. You're not the same woman I fell in love with. Már nem vagy az a nő, akivel szerelembe estem. What's happening to you? Mi történik veled? You need help. Segítségre van szükséged. You're going through a crisis. Krízisen mész át. He is describing the gap, the abyss that is opening between you and the snapshot. Ezt a szakadékot, ezt a hasadást jelképezi ezzel, ami közted, illetve a pillanatképet között történik. Tátong. At that point, he must get rid of you. És ezen a ponton meg kell, hogy szabaduljon tőled. Must get rid of you. Meg kell, hogy szabaduljon tőled. Because the snapshot matters to him much more than you. Mert számára sokkal fontosabb ez a pillanatképet. He's protecting the snapshot. Ő ezt a pillanatképet védi. He has zero tolerance for abandonment. Semmilyen, nem tudja eltűrni semmilyen mértékig az elhagyást. Zero tolerance for loss. Egy nulla értéke. Because he is a baby. Mert ő egy csecsemő, nem tudja It's a baby. Ezt. Baby with no object constancy. Ő egy csecsemő, akinek nincsen tárgyalósága. So he gets rid of you. És ezért megszabadult tőled. How to get rid of you? És hogyan lehet megszabadulni tőled? By devaluing you. Azzal, hogy leértékel téged. How to justify to himself that he idealized you yesterday and is devaluing you today? És hogyan tudja maga számára megideologizálni, hogy tegnap még idealizált, most ma pedig leértékel? What? He made a mistake? Miért? Talán rosszul ítélt meg, hibát vétett? When he idealized you, was he mistaken? Tévedett, amikor idealizált? No way. Narcissist is never mistaken. Ez nem lehetett. Egy narcisztikus tévedhetetlen. You changed. Te változtál meg. You are not the same person. Te már nem vagy ugyanaz az ember. The person he's devaluing is not the person that he idealized. Akit leértékel, az már nem ugyanaz az ember, mint akit idealizált. So this mechanism, which is technically known as introjection, this mechanism explains the cycles. És ez az introjekciónak is nevezett jelenség megmagyarázza ezeket a ciklusokat. What is the technique? So everything I'm telling you, there is a technique. Mi a technika? Mert minden, amit mondok, minden mellé jön egy technika is. The technique is to animate the snapshot. A trükk az, hogyha az ember úgy tesz, mint hogyha ez a pillanatkép lenne. Remember, the narcissist has in his mind a representation of you as you used to be, let's say, when you met. Ne felejtsd el, egy narcisztikusnak ott lesz az elmélében az a pillanatkép, amit akkor készített rólad, mikor megismerkedtetek. So you have two options. A két opciód van. To go back to that time and become who you used to be. Vagy visszamész oda, és azzá válsz ismét, aki akkor voltál. To give up on your personal progress and development. Feladod a saját fejlődésedet és lehet is fejlődésedet. You will be shocked how many partners do exactly this. Meglepődnétek, hogyha tudnátok, hány partner, hány társ teszi ezt. They started to study in a university, they stop. Elkezdtek egyetemen tanulni, és abba hagyták. They are successful in business, they close the business. Sikeres vállalkozásuk volt, és beszüntették, és így tovább, és így tovább. They unwind the changes. Visszatekerik ezeket a változtatásokat. That's one technique. Ez az egyik lehetőség. The second technique is what we call brinkmanship. It's to animate the snapshot to extreme. That means to challenge the snapshot. What was the name of the brinkmanship.
Brinkmanship is to walk on the edge. A másik technika pedig egyfajta élen peremen járást, kísélen táncolást jelent, melynek során az ember megpróbálja ezt a képet megváltoztatni és kihívást jelent ennek a képnek. To provide the narcissist with a new snapshot. És hogy egy új pillanatképet adjon a narcisztikus számára. But how can you do that? De hogyan lehet ezt megtenni? He already has a snapshot of you. Már van egy képe a zsebében. By not being you. Ami nem te vagy. You must change so radically and dramatically that the narcissist will have the feeling that he had just met a new partner. Annyira radikálisan kell viselkedned, hogy a narcisztikus úgy kell, hogy érezze, hogy egy új embert ismert meg. Change everything from hairstyle to clothing to lovers to, I mean, behave totally differently, different priorities, different everything. Legyél egy teljesen más ember, új szeretőid, új hajad, viselkedj egy teljesen más homlok egyenest ellenkezőleg, mint addig. And the narcissist will say, wow, I'm falling in love with you again. You're so different. És a narcisztikus erre azt fogja mondani, hogy wow, hát ismét szerelmes leszek beléd, annyira különböző vagy, mint voltál. I've had couples restart sex after 15 years. Voltak párok nálam, akik 15 év után nekiálltak újra szeretkezni. I've had divorced couples who went back to living together with this technique. Ezzel a technikával láttam olyan pár elvált házastársokat, akik újra együtt élnek. I want to leave you some time to ask questions. És szeretnék. That's why I'm looking at my watch. Csak azért néztem meg az órámat, mert a kérdés kérdezte. When did we start? What time we started? What time did we start the lecture? Anyone is still alive? Mikor kezdtük az előadást? 5:15? No, we have time. Okay, because I want to leave place for lectures. For questions. Akkor még lesz időm majd a kérdésre. Next thing you should know. Következő dolog, amivel fontos tisztában lenni. Narcissism feels to the narcissist like religion feels to an extreme American fundamentalist. A narcizmus azt jelenti a narcisztikus számára, mint amit a vallás egy amerikai fundamentalista számára. Or a member of ISIS. Vagy egy ISIS terrorista számára. Narcissists are religious fanatics. Narcisztikusok lényegében vallási fanatikusok. They are members of a very special religion. Egy nagyon különleges vallás hívei. This religion has one god and one worshipper. Ennek a vallásnak egy istene van és egy hívője. And it's the only religion in the world where the god is the worshipper. És ez a világ egyetlen vallása, ahol az isten egybeesik a hívővel. But the inner experience, the emotional correlate, the cognitive aspects are utterly identical to a religious experience. De I want you to know that. Fontos, hogy tudjátok, hogy ennek a belső oldala, tehát az érzelmi, illetve kognitív, tudatos oldala teljesen átfed a vallási élményekkel, tapasztalatokkal. Let us try to understand why. És próbáljuk meg megérteni, hogy miért. It's my favorite topic, so I don't care if you are not interested. Ez a kedvenc témám, szóval most nem fog érdekelni, hogyha titeket nem érdekel. To live with a narcissist, to be with a narcissist, is to be member of a cult. Narcisztikussal együtt lenni és együtt élni lényegében egyenértékű egy szektatagsággal. The narcissist is the leader of the cult, and you are the member. A narcisztikus a szekta vezetője, és te pedig tagja vagy. The narcissism religion is missionary. Narcissism, mint vallás, egy terjeszkedő, egy misszionáris jellegű vallás. Christianity sent missionaries in the 19th century to Africa. 19. században a kereszténység misszionáriusokat, hittérítőket küldött Afrikába. To convert the natives. Hogy az ottani benszülötteket megtérítsék. The natives were happy. Some of the missionaries were tasty. The natives were happy. Some of the missionaries were tasty. És a benszülöttek nagyon boldogok voltak, ugyanis kifejezetten jó ízűek voltak a misszionáriusok.
But exactly like Christianity sent missionaries to Africa to convert the natives, exactly in the same way, the narcissist is trying to convert you to his religion. Nagyon hasonló módon ahhoz, ahogy a keresztények Afrikába hittérítőket küldtek, a narcisztikus is megpróbál megtéríteni téged, hogy imádd őt. What is narcissistic supply? Mert mi is ez a narcisztikus forrás? It's to worship the narcissist. A narcisztikusnak az istenítése. When the narcissist is asking you to give him supply, he is asking you to worship his god, him. Amikor narcisztikus forrást igényel és kér tőled, akkor arra kér meg, hogy imádd az istenét, őt. So there is a very interesting branch, new branch, of teaching the victims to cope with narcissists the same way we cope with religious fundamentalists. Van egy nagyon érdekes új ága és lehetősége a narcizmus áldozatainak kezelésére, és ez pedig az, hogy hasonlóképpen kezeljük őket, mint a vallási fanatikusokat. When you meet a fanatic Muslim, or a fanatic Jew, or a fanatic Christian, akkor találkozol egy fanatikus keresztényel, zsidóval, vagy éppen muzlimmal. Instinctively you know what not to say. Yes? Ösztönösen tudni fogod, hogy mit ne mondjál. You will not mock Muhammad unless you are Danish. Nem fogod például Mohamed prófétát gúnyolni. You will not attack God in the presence of a fundamentalist Christian. Jesus. You will not attack Jesus in the presence of fundamentalist Christian. Egy fundamentalista keresztény előtt nem fogod Jézus gúnyolni. So you know intuitively, instinctively, no one told you, but you know what not to do. Szóval egy intuitív, ösztönös módon tudni fogod, hogy mit nem érdemes. Senki nem mondta el neked, de mégis tudod. You know what not to say. Tudod, mit ne mondj. And if you are inside the church, or inside the mosque, or inside the synagogue, you definitely know that some things are never done, some things are never said. És hogyha egy templomban, mecsetben vagy zsinagógában vagy, akkor feltétlenül tudni fogod, hogy bizonyos dolgokat itt nem teszünk vagy nem mondunk. Well, when you live with a narcissist, you are living with a religious fundamentalist. Some things you never do, and some things you never say. És amikor egy narcisztikussal élsz együtt, akkor ez nagyon hasonló módon itt történik, hogy bizonyos dolgokat nem teszel és bizonyos dolgokat nem mondasz. You never challenge the god of the narcissist, which happens to be the narcissist. A narcisztikus istenét soha nem fenyegeted, ami egybeesik a narcisztikus személyével. You never challenge the attributes of that god. Soha nem vonod kétségbe az attribútumait, tulajdonságait. God is all knowing. Isten mindenható, minden God tudó. Is all powerful. Mindenható, minden tudó. God is perfect. Tökéletes. God is brilliant. Zseniális. You don't challenge this. Ezekben nem közbe. It's bad taste. Ez egy rossz ízlésre val. It's impolite to tell me that I'm not God. Elég tiszteletlen azt mondani nekem, hogy nem vagyok Isten. It also means you are delusional, I am God. But still, it's a church. És ez természetesen illuzórikus és nem igazi, de ezzel együtt ez egy vallás, ez egy egyház. So, seriously, if you begin to look at narcissism as a religion, and understand that you are living with that religion's extreme fundamentalist, you will automatically, instinctively, intuitively know what to do and how to behave. És amint megérted, hogy a narcizmus lényegében olyan, mint egy vallás, egy fundamentalista vallás, amint ezt megérted, ösztönös módon tudni fogod, hogy hogyan kezeled. How does narcissism become a religion? Why does it have religious aspects? Very briefly. Hogyan válik a narcizmus vallássá? Honnan jön ez a vallási aspektusa? The child is abused by his parents, mostly his mother, but not only, by his parents. A gyereket bántalmazzák a szülei, általában az édesanyja. Now, this abuse has many forms. It can be classic. Ennek a bántalmazásnak több formája lehet klasszikus például.
sexual abuse, szexuális, physical abuse, testi fenyítés, psychological abuse, pszichológiai bántalmazás. But abuse is any situation where the child is not allowed to separate from the parent and become an individual. De az összes olyan helyzet, amelyben a gyermeknek nincs megengedve, hogy elmenjen és hogy elválasszon magát a szülőtől, bántalmazásnak minősül. When the parent does not allow the child to develop his or her own boundaries. Amikor a szülő nem engedi meg a gyermeknek, hogy meglegyenek a saját határai. A healthy child with a healthy parent, the child stops here, the parent starts here. There's a boundary between them. Egy egészséges szülő és egy egészséges gyerek között van egy határ, hogy a gyereknek itt vége van, és itt kezdődik a szülő. In the case of a narcissistic parent, usually, the child is not allowed to build Donald Trump's border wall. Egy narcisztikus szülő gyerekének nem adatik meg, hogy Donald Trump amerikai elnök falát Mexikó felé felhúzza. The child is not allowed to make a distinction between herself or himself and the parent. Nincs megengedve neki, hogy megkülönböztesse a szülőt, illetve saját magát. So you know the mother who always wanted to be an actress, and she failed, and she forces her daughter to become an actress. Például tudjátok, van az a szülő, anya, aki színésznő szeretett volna lenni, ami nem sikerült neki, és ezért ezt áttolja a gyerekére, hogy ő legyen az majd. That's abuse. Ez bántalmazás. You know the mother who spoils the child and tells him that he can never do anything wrong. He can do no wrong. Vagy az a szülő, aki mindent megad a gyerekének, és azt mondja neki, azt sugallja, hogy soha nem tud semmit rosszat tenni. It's abuse. Ez is bántalmazás. It's abuse because it doesn't allow the child to conflict with the environment, thereby creating a boundary. Bántalmazás, mert nem teszi lehetővé a gyerek számára, hogy összetűzésbe kerüljön a környezetével és határokat húzzon. So there are many, many forms of abuse. Szóval sok formája lehet a bántalmazásnak. How does a child react to this? Hogyan reagált erre egy gyerek? He creates an imaginary friend. Készít magának egy képzeletbeli barátot. A piece of fiction. Egy fikciót. The false self. A hamis ént. The false self is everything that the child is not. A hamis én minden, ami a gyerek nem. The child is small. A gyerek kicsi. False self is infinite. A hamis én az pedig végtelen. The child cannot guess what the parent will do next. The parent is unpredictable. A gyerek nem tudja kitalálni, hogy mi lesz a szülő következő lépése, mert a szülő kiszámíthatatlan. The false self knows everything. He's omniscient. A hamis én minden tudó és tud mindent. The child is helpless. A gyerek kiszolgáltatott. The false self is all powerful. A hamis self mindenható. The child is receiving conditional love. If you do this and this, I will love you. A gyerek feltételes szeretetet kap, hogyha ezt teszed, akkor szeretni foglak. So the child knows that if he fails, he is a bad object. Szóval a gyerek tudja, hogy ha kudarcot szenved, akkor ő egy rossz tárgy. He will not be loved. Nem fogják szeretni. He is unworthy. Nem méltó a szeretetre. The false self is perfect. A hamis én az tökéletes. The false self is everything the child is not. A hamis én minden, ami a gyerek nem. But look at the list. De nézzük meg a listát. Look at the list of the false self. Nézzük meg a hamis én listáját. Perfect. Tökéletes. Knows everything. Minden tud. All powerful. Mindenható. Brilliant. Zseniális. There are only two entities in the world which have this description. A világban csak két entitás rendelkezik ezzel a leírással. One is Donald Trump and one is God. Az első Donald Trump, második pedig Isten. And Donald Trump has orange hair. So, és Donald Trump pedig God is left. Narancsága haja van, szóval. So seriously, the child actually invents God. Szóval lényegében a gyerek feltalálja Istent. And creates, the child creates a private religion. És a gyerek megalapít egy kis magán bejáratú vallást. This God, the false self, protects him from the parent. Ez az Isten, a hamis én, megvédi őt a szülőtől. Absorbs the pain and the hurt. Felfogja a fájdalmat.
isolates the child like a firewall. Lezárja a gyereket, mint egy tűzfal. The false self is the child's God. A hamis én a gyerek istene. But you know, it's a very primitive God. It's the God of the Old Testament. Tudjátok, ez egy very primitive God. Isten, a Ószövetség istene. And like the God of the Old Testament who asked Abraham to sacrifice Isaac. És amint a Ószövetség istene megkérte Ábrahámot, hogy áldozza fel Izsákot. The false self asks the child to sacrifice something. A hamis én is megkéri a gyereket, hogy áldozzon fel valamit. The false self is a god. A hamis én egy isten. And wants human sacrifice. És ember áldozatot akar. But what human sacrifice? What can the child sacrifice? De ki tud feláldozni a gyerek? Who can the child sacrifice? Kit lehet feláldozni? Himself. Saját magát. Only himself. Csak is saját magát. That's precisely what the child does. És a gyerek pontosan ezt teszi. He sacrifices himself to this new God, the false self. És feláldozza magát ennek az istennek, a hamis énnek. He sacrifices his true self az igazi, to the false self. Az igazi énjét feláldozza a hamis énjének. He worships the false self. Imádja a hamis ént. But the false self is a very greedy and hungry God. De a hamis én az egy rendkívül mohó isten, éhes isten. And like the Moloch, one human sacrifice is not enough. Mint a Molochnál, egy ember nem elég áldozatnak. This God demands additional human sacrifices. További ember áldozatokra van szükség. And this is where I'm happy to say, you come in. És itt van az, hogy bold azt állíthatom, hogy itt jöttök ti a képbe. You are these additional human sacrifices. És ti vagytok ezek a további ember áldozatok. The narcissist has to sacrifice you to the false self. Narcisztikusnak fel kell áldozni a titeket a hamis én oltárán. And this is precisely why in 1995 I coined the phrase narcissistic abuse. És pontosan ebből az okból kifolyólag alkottam meg 1995-ben a narcisztikus bántalmazás kifejezést. Why did I need to say narcissistic abuse? Why not abuse? Miért kellett elétenni azt, hogy narcisztikus? Because narcissistic abuse is total. Mert a narcisztikus bántalmazás az teljes, totális. The narcissist's only way to sacrifice you to the false self is to eliminate your separate existence. Egyetlen mód, amely során a narcisztikus téged feláldozhat az Isten oltárán, az az, hogy teljesen megszüntet téged. The narcissist must annihilate you. Meg kell semmisítenie téged. The narcissist's abuse is not functional or instrumental, it's existential. Ez nem egy funkcionális vagy instrumentális bántalmazás, hanem egzisztenciális. You must die so that the narcissist lives. Meg kell halnod, hogy a narcisztikus éhessen. You must die so that the false self is gratified and satisfied. Meg kell halnod, hogy a hamis én kielégüljön. Because if the false self is not satisfied and not gratified, the narcissist will not exist. Mert hogyha ez a hamis én nem nincs kielégítve, akkor a narcisztikus nem fog létezni. So ladies and ladies, when you team up with a narcissist, it's either him or you. It's a war to death. One of you must die. Szóval, hölgyeim és hölgyeim, hogyha összeállnak egy narcisztikussal, ez egy halálig menő viada, vagy ő marad életben, vagy ti. At least psychologically. Legalábbis pszichológiai értelemben. Indeed, victims and intimate partners of narcissists describe a feeling of inner death. A narcisztikusok áldozatai egyfajta belső halál élményéről számolnak be. It's very interesting because there was a scholar by the name of Otto Kernberg. Nagyon érdekes, mert volt egy Otto Kernberg nevű tudós, aki in 1975 Kernberg invented the diagnosis of borderline personality disorder. Ő alkotta meg 1975-ben a borderline személyiségzavar diagnosis. Borderline personality, they all know. A diagnózis. Borderline personality disorder. And he said that the distinguishing feature of borderline personality disorder
is a deep sense of inner death and emptiness. És ő mondta azt, hogy a borderline személyiségzavar jellemzője egy belső halál és üresség érzése. When we observe victims of narcissists from the outside, we cannot tell if they are victims of narcissists or if they are patients with borderline personality disorder. Amikor a narcisztikusok áldozatait vizsgáljuk vagy nézzük kívülről, nem tudjuk megmondani, hogy narcisztikus bántalmazás áldozatairól van szó, vagy pedig borderline-osokról. This void, this inner death is common to victims of complex PTSD and to patients with borderline personality disorder. Ez a belső üresség, ez a belső halál érzése közös azokban, akik borderline-osok, és azok között, akik pedig komplex posztraumás stresszavarban szenvednek. And it leads to lability, ups and downs, and to emotional dysregulation, which is subject for another lecture. És ez labilitáshoz, illetve az érzelmi szabályozás zavaraihoz vezet, ami egy másik előadás témája. Four brief points, and then I will open the floor to questions. Még négy rövid megjegyzés, és utána pedig kezdhetjük a kérdezfeleleket. Point number one. Az első. The narcissist has an external locus of control. Egy narcisztikus az külső kontrollos. In other words, the narcissist, ironically, believes that his life is determined from the outside. Ironikus módon egy narcisztikus azt hiszi, hogy az ő életét külső események határozzák meg. Consequently, the narcissist blames everything on the outside. És ennek megfelelő módon egy narcisztikust mindent a külvilág rovására ír. And this is known as alloplastic defense. Ezt hívják alloplastikus énvédelemnek. So this is the sequence. My life is determined from outside, so I'm not responsible. Így néz ki ez a sorminta. Az életemet külső tényezők határozzák meg, ezért nekem nincs felelősségem. It's not my fault. Nem az éhibám. Not guilty. Nem vagyok bűnös. They did it. Ők csinálták. He did it. She did it. Ők. Not me. Nem én. So, locus of control is external, defense is alloplastic. Szóval a külső kontroll mellé egy alloplastikus védelem társul. Én védelem. This is very interesting for you, because if you are willing to play a kind of dangerous game, you can become the narcissist's locus of control. Ez azért nagyon fontos számotokra, mert hogyha ezt a veszélyes játékot akarjátok játszani, akkor ti lehettek a külső kontroll. But you have to be very sharp, astute, and know what you're doing. De nagyon-nagyon tiszta kell, hogy a fejetek legyen, és tudjátok, hogy mit csináltok. First of all, you must allow the narcissist to blame you for everything. Allow, encourage it to blame you for everything. Először engedjétek meg a narcisztikusnak, hogy mindent rátok kenjen. So you come to the narcissist, it's my fault, I made a mistake, it was wrong, I shouldn't have done it, oh, poor you, you're suffering because of me, etc., 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 etc. Szajkujázzátok nekik, hogy igen, az én hibám volt, ne haragudj, annyira sajnálom. This has two beneficial effects. Ennek két előnyös hatása van. If you say it, the narcissist doesn't have to say it. Hogyha te mondod ki, akkor nem neki kell. It reduces the abuse. Csökkenteni fogja a bántalmazást. But much more importantly, de a másik sokkal fontosabb. Gradually, the narcissist, out of convenience, will begin to regard you as the locus of control. Egy idő után, kényelmi szempontok alapján a narcisztikus téged fog a külső kontroll forrásaként tekinteni. It's the external locus of control. Te leszel a külső kontroll pontja, fókusza. And he will become extremely codependent on you. És rendkívüli módon függővé válik tőled. It's totally counterintuitive technique, but it works. Ez borzasztóan ellene megy az ember zsigeri megérzéseinek, de működik. Narcissist will say to himself, everything that's bad is her fault. Probably everything that's good is her fault. Probably everything is her fault. Probably she controls everything. It's a kind of a conspiracy theory. He will develop a kind of conspiracy theory. Don't forget, the narcissism is a religion. Ki fog alakulni benne egyfajta összeesküvés elmélet, hogy mivel minden rossz dolog a te hibád, ezért minden jó dolog is a te hibád, igazából minden a te hibád, és itt jön be az, hogy a narcizmus nagyon hasonló egy valláshoz. And you can apply for the job of God. És bejelentkezhetnek az Isten szerepére, mint egy állásra. All you need is a long white beard. Már csak egy fehér kaporszakál kell mellé.
Okay. Next point, magical thinking. Következő pont a mágikus gondolkodás. One of the reasons no therapy works with narcissists, all therapies fail with narcissists. Az egyik oka annak, hogy a narcisztikusokon lényegében megbukik az összes terápiás módszer. Possibly the reason, the major reason. Valószínűleg ez az egyik fő oka. Is the therapist insists to treat narcissists as adults. Hogy a terapeuta a narcisztikusokat mint egy felnőttet próbál megkezelni. They strike an alliance with the narcissist. Próbálnak egyfajta szövetséget kötni they, a narcisztikussal. They negotiate with the narcissist. Tárgyalnak a narcisztikussal. They argue with the narcissist. They reason with the narcissist. Vitatkoznak vele, észérvek alapján vitatkoznak vele. They ask the narcissist to promise things. Megkérik, hogy ígérjen meg dolgokat. But the narcissist is not an adult. De egy narcisztikus az nem egy felnőtt. There is no narcissist alive whose mental age, well, alive, dead ones maybe, but narcissist, there's no narcissist alive whose mental age is higher than, let's say, 11. Nincs olyan ma élő narcisztikus, talán egy kivétellel, akinek a mentális életkora 11 év fölött van. So, it's a mistake to treat narcissists as adults. És ebből kifolyólag hiba őket felnőttként kezelni terápiában. My new therapy, cold therapy, is built on this insight. Az én terápiás megközelítésem, a cold therapy, hideg terápia, az pont erre a felismerésre épül. And all the techniques in cold therapy are based on child psychology. És az összes itt alkalmazott technika a gyermekpszichológiai ismeretekre épül. But one of the things that children have is called magical thinking. És mi van a gyerekeknek? Hát mágikus gondolkodása. Because children have magical thinking, the narcissist has magical thinking. És itt könnyű párhuzamot vonni, mivel egy gyermeknek mágikus gondolkodása van, ezért egy narcisztikusnak is. Magical thinking is the belief that internal processes affect reality. A mágikus gondolkodás lényegében azt jelenti, hogy a belső folyamatok meghatározzák a külső valóságot. So you know the famous phenomenon that children blame themselves for bad things that are happening to the parents. Ismeritek azt a jelenséget, amikor egy gyerek saját hibájaként éli meg, hogyha a szülővel valami rossz történik. That's magical thinking. Ez mágikus gondolkodás. Or children expect miracles. Vagy hogyha egy gyerek csodára vár. Or believe in fairy tales. Vagy hisz a tündérmesékben. Or have imaginary friends. Vagy képzeltbeli barátai vannak. These are all forms of magical thinking, and of course, false self is a major feat of magical thinking. Ezek mind a mágikus gondolkodás kategóriájába esnek, és természetesen ez a hamis én is a mágikus gondolkodásnak egy megnyilatkozási formája. But if you take magical thinking and add to it grandiosity, godlike, I'm godlike, and add to it immunity, because I'm God, no one can touch me. If you mix this, you get a very explosive mixture. De hogyha fogják ezt a mágikus gondolkodást, összekeverve egy kis grandiozitással, illetve azzal az immunitással, amit a minden tudás, minden hatóság érzése ad, akkor egy robbanékony koktélt fogunk kapni. Because of this mixture, the narcissist, for example, is reckless, takes risks, crazy risks. Pont emiatt a koktél miatt egy narcisztikus, ez nyughatatlan, óriási kockázatokat vállal. Because he believes in magic. Mert hisz a varázslatban. He is immune. No one and nothing can touch him. There are no consequences to his actions. Ő sebezhetetlen, senki és semmi nem bánthatja, és a cselekedeteinek nincsenek következményei. He is God. God can do anything, no? Ő Isten is. Isten pedig mindent megtehet, nem? So he is reckless. Szóval nyughatatlan. Risk taker. Kockázatvállaló. And he is gullible. Gullible. Stupid. És hülye, butak, hiszékeny, nagyon könnyen elhisz dolgokat. Believes everyone and everything. Mindenkiben és mindenben hisz. Easy to deceive, to cheat and to con. Szeret csalni, átverni másokat, trükköket csinálni. No, there is no one more stupid than the person who thinks he is not. Nincs butább ember annál, mint aki azt gondolja magáról, hogy nem buta. That's another Jew by the name of Socrates. Ez pedig Szókratésznak az egyik bombója. So the narcissist believes that he knows everything, cannot learn anything, and no one can be more clever than him. A
narcisztikus azt gondolja, hogy ő mindent tud, ő semmit nem tanulhat meg, senki nem lehet nála okosabb. And this is the dream. Dream client of a con artist. És ez pedig egy megtévesztő művésznek a ideális hallgatósága. You can make use of this. Ezt használhatjátok. You can make use of this. If you want the narcissist to do something, you convince him that it was his idea. Ha azt akarjátok, hogy megtegyen valamit, győzzétek meg, hogy ez ő ötlete volt. Everything comes from him. Minden tőle jön. You want to put an idea in his head, you ask for his advice. Ha egy ötletet szeretnétek elültetni az elmében, akkor kérjétek a tanácsát. Even if he's totally unqualified. Totally unqualified to give this. Még akkor is, hogyha erre semmiféle végzettsége vagy kvalifikációja nincs. You push him to perform miracles. Afelé toljátok, hogy csodákat tegyen. You say that you expect him to do this because he can do anything. Azt mondjátok neki, hogy hát ezt várom el tőled, mivel tudom, hogy te mindenre képes vagy. It's very easy to manipulate the narcissist using his grandiosity, magical thinking and belief that he is immune to the consequences of his actions. Ezen három tényezőt, tehát a grandiozitást, a mindenhatóságát, a védhetőségét és a mágikus gondolkodást, az immunitását a következményektől, illetve a mágikus gondolkodását ki tudjuk használni arra, hogy manipuláljuk nagyon könnyen. And you use the narcissist's entitlement. You tell the narcissist you deserve this. És kihasználjuk azt is, hogy ő jogosulva érzi magát mindenre, hogy ő megérdemled ezt. You want him to take risks? Azt akarod, hogy kockázatot vállaljon? You want him to leave you alone? Azt akarod, hogy békén hagyjon? All you have to say, for example, you deserve someone much better than me. Csak annyit kell nekik mondani, hogy hát, te sokkal jobbat érdemelsz nálam. True, the narcissist will say. I really do. És egy igazi narcisztikus azt fogja mondani, hogy igazod van tényleg. Or you deserve the easy life. You shouldn't work so hard. Vagy megérdemelnéd, hogy arany életed legyen, nem kéne dolgoznod. Or you're very lucky, your luck will carry you through. I mean, it's extremely easy, just be creative. Nagyon könnyű ilyeneket mondani, mondjuk azt nekik, hogy ők nagyon szerencsések, és ezért ez a szerencse, ez majd mindenhez elég lesz az életben. Nagyon könnyű őket ilyen módon manipulálni. The reason I'm giving you a two and something hour lecture is because Barbara paid me a lot of money. Én azért adom nektek ezt az előadást, mert Barbara sokat fizetett nekem ehhez. But if Barbara hadn't paid me a lot of money, the lecture would have been extremely short. Hogyha Barbara nem fizetett volna nekem ilyen sokat, akkor egy nagyon rövid előadásra jöttetek volna ma. And would have contained a single sentence. Egy mondatból állt volna. Manage your narcissist as you manage your 4-year-old. Kezeld úgy a narcisztikusokat, mint egy 4 évest. End of story. És itt a történet vége. You saw how much money you could have saved? Mennyi pénzt spóroltál volna ezen, nem? That's a narcissist for you. You can never trust. You. Hát sose biztosz meg abban, amit mondom, mert narcisztikus vagyok. Last point, and we... Az utolsó pont pedig... Last point, and I will open to questions. És utána jönnek a kérdések. One thing people, including, by the way, the vast majority of professionals, including the leading experts on paranoia, what they don't appreciate is that paranoia is a form of narcissism. És amit nagyon sokan, nagyon sok kutató, szakember, akik paranoiával foglalkoznak, nem ismernek el, az a tény, hogy a paranoia az a narcizmus egy formája. There are two critical elements in paranoia. Paranoiának két kritikus feltétele van elő. Without which you cannot be paranoid. Ezek nélkül nem lehetsz paranoid. Point number one. Az első. I am the center of attention. Someone is paying me attention. Én állok a figyelem középpontjában, rám figyel valaki. And I am sufficiently important for someone to want to harm me. És a másik pedig, hogy elég fontos vagyok ahhoz, hogy valaki engem bántani akarjon. Take away these two elements and there's no paranoia. Hogyha ezt a kettő elemet kivonjuk az egyenletből, akkor but nincs paranoia. What is I'm the center of attention? Grandiosity. Mert mit jelent az, hogy én vagyok a figyelem középpontjában? Hát a grandiozitás. So form of narcissistic supply. A narcisztikus forrás egy formája. And what is he wants to harm me? The CIA is after me. What is this? It means I'm very important. És mit akar ez, hogy valaki engem bántani akar, a CIA el akar kapni? Mit jelent, hogy fontos vagyok? I can be important to the CIA.
fontos lehetek a CIA számára. If I'm a nutcase, or I can be important to my neighbor, but it doesn't matter. I am important. Vagy fontos lehetek a szomszédom számára, mindegy, az a lényeg, hogy valakinek fontos vagyok. My neighbor is sitting at night, obsessed, thinking how to kill my dog. You know. Szomszéd nem tud aludni el, és azon gondolkozik, hogy hát hogyan kéne megölni a kutyámat. I'm the center of my neighbor's universe. Én vagyok a szomszédom világának a középpontja. The focus of his thoughts. Én vagyok a gondolatainak a fókuszpontja. This is classic, grandiose narcissism. Ez a klasszikus, absolutely. Grandióz narcizmus. No wonder most narcissists are paranoid. Nem csoda, hogy a legtöbb narcisztikus paranoid is. It's just the other way that's not been recognized, that most paranoids are actually narcissists. Ennek az ellenkezőjét nem akarják nagyon elismerni, hogy a legtöbb paranoid narcisztikus is. Now, persecutory delusions, this is, paranoia technically is called persecutory delusion, because it's a delusion of persecution. Ezeket üldöztetési tévképzetnek hívják, mert lényegében erről szólnak, hogy üldöznek minket. Persecutory delusion lead to a behavior called hypervigilance. És ide kapcsolódik a hipervigilancia jelensége. Hypervigilance. Hypervigilance is when I scan the room and I say, I'm giving the most important lecture of this new century and this guy is blowing his nose. That's an insult. He is humiliating me. So hypervigilance. No, I'm just giving this as an example. Hipervigilancia azt jelenti, hogy én most itt az új évszázad legfontosabb előadását tartom, és mivel ott a jobb oldalon valaki az orrát fújja, ezzel ő engem megaláz. De nem, egyébként nem így gondol. So a classic narcissist might think like this. Egy klasszikus narcisztikus így gondolkodhat. He is scanning for disrespect, insults, attacks. You know? Folyamatosan keresi a támadásokat, a tiszteletlenséget. So for example, you tell me good morning. Még azt mondod nekem, hogy jó reggelt. Tell me good morning. Mondjátok, hogy jó reggelt. Tell me good evening. No, tell me good evening. Let's be realistic. Legyen good evening. Good evening. What do you think? I don't know it's evening? You think I'm stupid? Gondoljátok, I need nem tudom, you hogy to este tell van. Me it's evening? Mit gondoltok? Nem tudom, hogy este van. Annyira hülyének néztek, hogy nem tudom, hogy este van. This is a hypervigilant reaction. Ez egy hipervigiláns reakció. And it's very often utterly ridiculous. As in this example. Ez nagyon sokszor nevetséges, mint ebben a példában. Good evening. This guy thinks I'm too stupid to notice it's evening. Can't believe some people. I mean, horrible. Azt gondolják, okay. Hogy én nem tudom, hogy este van, hihetetlen. Okay. So this is paranoia, persecutory delusions and hypervigilance. You can make use of it. Szóval ezt a paranoiát, a hipervigilanciát. You can make use of it by enhancing, and not ameliorating, not reducing, but enhancing the narcissist persecutory delusions and hypervigilance. Ezeket úgy lehet kihasználni, a hipervigilanciát, a üldözési tévképzeteket, hogy nem csökkentjük, hanem felerősítjük őket, és akkor használni tudjuk. In various ways. Különböző módokon. So for example, you remember the technique of deflection decoy? Például emlékeztek az egyik technikára, aminek az elhárítás, a hárítás a lényeg. Where both of you hate the mother-in-law? Amikor mind a kettőtök utálja az anyust. So you can use this common enemy to enhance the paranoia and to enhance the hypervigilance. És ezzel a közös ellenséggel növelhetitek a paranoiát és ezt a hipervigilanciát is. What for? Miért is? The higher the paranoia, the more the hypervigilance, the more the narcissist will need you as an ally. Minél erősebb a paranoia, annál erősebb a hipervigilancia, és annál jobban szüksége lesz a narcisztikusnak rád, hogy együtt erősek legyetek. It will create what we call in French folie à deux. Franciában folie à deux-nek hívják. Folie à deux is when two people go crazy together. Az azt jelenti, hogy két ember együtt megőrül, vagy bepörög. So both of you will be in this paranoid persecutory delusion, and you will feed it, and the narcissist will get closer and closer to you. Szóval itt mind a ketten tápláljátok ennek az üldözési tévképzetnek így a lángját, és ezzel a narcisztikus közelebb és közelebb kerül hozzád. This is very common in communities, for example, like the militias. The militias, in paramilitary militias in the United States, in the Appalachian Mountains and so on. Ez a miliciáknál, paramilitári szervezeteknél, például az Appalach-hegységben egy nagyon gyakori jelenség. It's common in some terrorist organizations. For example, we have psychological studies of the Carlos terrorist organization in the 70s, and Baader-Meinhof and the Red Guards in Italy. And in all these,
there were women and men in cells, and they had this dynamic going. Nagyon gyakorik a különböző terrorista szervezetek között, ezt tanulmányok is bizonyítják, például az olasz maffia körében is ez előfordult. So there are studies in Germany, Bader-Meinhof. Németországban de Meinhof készített tanulmányokat. Some of the leaders were women, and they used these techniques exactly to control highly narcissistic men. Same in the Manson family. És néhány vezető nő volt, aki ezekben a szervezetekben arra ezzel a segítségével manipulálta a narcisztikusokat. Ez történt például a Manson család esetében is. So this is the technique I recommend if your narcissist is a serial killer or a terrorist. Szóval ezt a technikát ajánlom, hogyha a narcisztikusotok egy terrorista vagy sorozatgyilkos. And if not, and you use this technique, he will end up as one. És ha nem, és ezt használjátok, akkor aként végzi. Okay, guys, what's left of you? Rendben, mi maradt még belőletek? I'm open to questions. És várom a kérdéseket akkor. Én azt szeretném kérdezni, hogy tünetileg, hogyha nem benne vagyunk, akkor hogy tudjuk megkülönböztetni, hogy a narcisztikusunk az pszichopata vagy sima narcisztikus? My question is, if from the outside, how can you tell if a person is a psychopath or narcissistic? Narcissist. Actually, it's far easier than based on symptoms. Sorry. Yeah, it's far easier than sources online make it appear. Sokkal könnyebb, mint ahogy az online források. You check for two things. Két dolgot kell nézni. Does the person seek input from other people? Keresi a személy a külvilágtól az inputot. The vast majority of psychopaths are totally uninterested in other people. A pszichopaták nagy részéket nem érdeklik más they would emberek. They would not solicit narcissistic supply. Nem fogják kérni, igényelni a narcisztikus forrást. Narcissists are pro-social. És a narcisztikusok pedig szociálisok, természetükből fogódnak. That's why many of them end up managing corporations, running countries, I mean, because they work with other people. És ezért kötnek ki sokan mondjuk vezérigazgatói pozíciókban vagy miniszterelnökként, mert ők alapvetően emberekkel. Majority of psychopaths, not all, but majority of psychopaths are lone wolves. A pszichopaták nagy része pedig magányos farkas. They have pronounced narcissistic traits. Vannak kiemelt narcisztikus vonásaik. But this is missing. They are not interested in narcissistic supply. De ez a rész hiányzik, nem érdekli őket a narcisztikus forrás. Second thing. Második. Narcissist is diffuse. All over the place. Egy narcisztikus az diffúz, minden össze-vissza van. So for example, if the conversation is about politics, he knows about politics, then it's science, he knows science, then it's medicine, he's an expert on medicine, then you know, he's all over the place. Például akármi a téma, legyen az politika, orvostudomány, mindenről mindent tud. And it leads nowhere beyond narcissistic supply. He gets supply, he's happy, he's, you know, this is it. It's clear that this is what he wants. És amikor megkapja a narcisztikus forrást, akkor egyértelmű, hogy ő ezt szeretné, erre vágyik. Psychopath is goal-oriented. Egy pszichopata az célorientált. So if he wants to have sex with you, it will be extremely clear that this is his goal. And he's very, he's like laser, he's very focused. Everything he will do, everything he will say, with you and with himself and so on, will lead somehow to sexual relations with you at the end of the night. This is goal, or if he wants your money. Egy pszichopata például, hogyha mondjuk szexelni akar veled, akkor ez teljesen egyértelmű lesz, és teljesen erre van fókuszálva. Minden egyes apró dolog, amit tesz, az erre felemutat. So he's goal-oriented. Narcissists are not goal-oriented. Szóval célorientált, egy narcisztikus pedig nem célorientált. And finally, psychopaths are a lot more impulsive and much less interested in other people's opinions, social conventions and mores. És a pszichopaták sokkal impulzívabbak és sokkal kevésbé érdekli őket mások véleménye és a szociális világ körülöttük. They are law unto themselves. They are the law. Ugye vannak magukban. A narcissist would be much more aware of etiquette, what to do, what not to do. On the contrary, many narcissists will use it to emphasize how civilized they are. How educated, how polite, how... Yeah. Narcisztikusok pont, hogy tisztában lesznek ezekkel, és használni fogják ezeket a technikákat, az etikettet, meg ki fogják fejezni, hogy pont ők milyen udvariasak.
I say that psychopaths are shortcut people. People who look for shortcuts. A pszichopaták folyamatosan keresik A és B között a lehető legrövidebb pontot. If you have $1 million in your bag, and you have one psychopath to your left and one narcissist to your right, the narcissist will work 2 months to convince you to give him $1 million. He will try to get married with you. He will try to convince you that he has the greatest investment scheme in Mexico City. He will work very hard for 2 months to get your money. Hogyha van nálad egy táska $1 million, és a jobb oldalon egy narcisztikus, a bal oldalon pedig egy pszichopata. And he will not try to get your money because he wants your money, but he will try to get your money for narcissistic supply. For example, that he controls you. Képes lesz 2 hónapot dolgozni azért, hogy ezt megszerezze, meggyőz, hogy ő a legjobb befektető szélesebb világon, megteszi a lépéseket, és ezt nem azért fogja tenni, hogy megszerezze a pénzedet, hanem hogy ebből narcisztikus forrást merítsen. Getting your money is proof that he succeeded to control you. That's the supply. A pénz megszerzése azt bizonyítja, hogy kontrollja van feletted, és ez a narcisztikus forrás. Ironically, the minute he gets the money, he will lose interest in you and the money. Ironikus módon, amit megszerzi a pénzt, többé más sem a pénzt, se te nem érdekled. So it's the chase, the process. Szóval ez a... The psychopath on your left, will most probably shoot you in the head and take your bag. Másik oldalon lő pszichopata valószínűleg egyszerűen fejbe lő, fogja a zsákot is felá. For a million dollars, even I would consider this. So millió dollárra még én is megfontolnám. The psychopath is goal-oriented and goes through shortcuts. Antisocial shortcuts, criminal in many cases. A pszichopata az célorientált, rövidítéseket fog keresni, és sokszor emiatt bűnözővé válik. By the way, you know, I hope all of you know that there is no such thing as psychopath and no such thing as sociopath. Remélem, hogy mind tudjátok, hogy se pszichopaták, sem szociopaták nem léteznek. These are media labels. They are not clinical diagnosis. Ezek nem klinikai diagnózisok, ezeket csak a média használja így. We don't use these terms in university. Az egyetemen nem használjuk ezeket. We're a lecture, for example. So, there is a group of people who are trying to promote psychopathy to be a diagnosis, a separate diagnosis. Van egy csoport, akik próbálják a pszichopatológiát, a pszichopátiát diagnózissá tenni. But they have been rejected. This lobby has been rejected for well over 30 years. De ezt a lobby csoportot már több mint 30 éve folyamatosan elutasítják. So we use psychopath, sociopath as the colloquial way, as the media hype way of saying antisocial personality disorder. Szóval a szociopata, illetve pszichopata kifejezéseket köznyelvben használjuk az antiszociális személyiségzavar leírására. Ennek megfelelően. Similarly, of course, there's no such thing as empath. There's a lot of nonsense online. Ennek megfelelően nincsen empata sem. A lot of nonsense online. It's nonsense. A sewer. Nonsense, ez az egész trash. Értelmetlen, nincs ilyen. It's a sewer, and I would advise you to stick to serious texts and so on and so forth. It's not so difficult to get. Instead of going to google.com, go to scholar.google.com. És azt mondanám, hogy nagyon fontos, hogy ezeket a fogalmakat tisztán kezeljük, és ne csak a Google-be üssük be a dolgokat, hanem menjünk a scholar.google.com.ra. And if you're watching videos on YouTube, there are quite a few people who are professors of psychology and so on and so forth. És a YouTube-on videókat néztek, van elég sok előadó, aki egyetemi professzor, és így tovább. And try to distinguish between those who are commercially oriented and corrupt their trade, corrupt their knowledge, and those who are more about education. És próbáljátok különbséget tenni a között, aki csak megélni akar ebből, akinek ez egy megélhetési dolog, és emiatt korrumpálódott a szakmájában, és azok között, akik pedig tényleg oktatási célból beszélnek. The word psychopath was coined in the 19th century, so it's a very old word. A 19. századból származik még a pszichopata szó, szóval ez egy öreg szó. And since then it's been abused, misused and victimized. És ezt a szót is bántalmazták, és rosszul használták. Next question. Azt szeretném kérdezni, hogy a traumatizált gyerek, akiből narcisz lesz, annak az érzései hogyan és mikor, hogy száll el? Tehát ugye, hogy a kognitív empátia marad.
So if a traumatized child becomes narcissistic, where do all those feelings go that the child still had? Again, unfortunately, most people are informed by very old knowledge or very wrong knowledge. Sajnálatos módon a legtöbb embernek régi és téves információi vannak ezzel a kérdéssel kapcsolatban. We no longer, very long time already, we no longer make distinction between cognitions and emotions, between thoughts and emotions. Nagyon régóta nem teszünk különbséget a gondolatok és az érzések között, a kogníciók, illetve érzések között. Today we regard emotions as cognitive processes. A jelenlegi tudásunk szerint az érzéseket kognitív folyamatoknak tekintjük. Which involve multitude of sensa, input from the senses. Ami magában foglalja a szenzoros inputokat, bemeneteket. But also thoughts. Az észlelés, illetve a gondolatokat egyaránt. So, it's not that when the child is, the average age of creating the false self is 4. Átlagosan 4 éves kor körül alkotják meg a gyerekek ezt a hamis ént. By age 4, it's not that the child has emotions and he must somehow bury them or suppress them. 4 éves korra már nem az van, hogy a gyereknek vannak érzései, amiket próbál eltemetni vagy elnyomni. The child has thoughts. A gyereknek gondolatai vannak. Some of these cognitions, some of these thoughts. Ennek egy része kogníció, azaz gondolat. Have emotional content. És ezeknek a gondolatoknak van érzelmi töltete, tartalma. And in the old classification, we will call them emotions. Az öreg, a régi felosztásban ezeket hívtuk érzelemnek. But they're thoughts. De ezek gondolatok. There's only thoughts. Csak gondolatok léteznek. We have nothing but thoughts. Gondolatokon kívül nincsen semmi. And thoughts can be suppressed, manipulated, reframed. Ezeket a gondolatokat el lehet nyomni, manipulálni lehet, újra lehet fogalmazni. We have this very old image of emotions as something that is immutable, unchangeable. Van ez a nagyon régi képünk az érzelmekről, hogy ezek ilyen változhatatlanok, egyneműek. But if emotions are thoughts, you can do to emotions whatever you do to thoughts. De hogyha gondolatok azok érzelmek, és akkor mindent meg lehet tenni a gondolatokkal, amit az érzelmekkel meg lehet tenni. Consider the thought, I want to kill my husband. Például most nézzük azt a gondolatot, hogy meg akarom ölni a férjemet. Many of you have it. Sokatoknak volt ez a gondolata. But you don't act on it. De nem tettitek meg nyilván. You suppress it. Elnyomod. You repress it. You reframe it. You manipulate it somehow. Valamilyen módon manipulálod. Same thing is exactly with so-called emotions. Ugyanez a dolog történik az idézőjeles érzelmekkel. The child creates an alternative cognitive system. A gyerek előáll egy alternatív kognitív rendszerrel. What happens to the previous thoughts? És mi történik az előző gondolatokkal? Like many, like the vast majority of thoughts, they had been repressed. Mint a gondolatok nagy részével történt, elnyomódnak. Even a healthy person represses very close to 99% of his or her thoughts. Még egy egészséges ember is körülbelül 99%-ot elnyom a gondolataiból. So these are repressed thoughts. Szóval mind elnyomott gondolatok. Freud at the time, when we were all very much younger, said that repressed thoughts maintain energy of some kind. Freud mondta még anno azt régebben, hogy az elfolytott gondolatok egyfajta erőforrást, energiát jelentenek. And this energy erupts somehow. És ez az energia valamilyen módon kitör. Even in their thoughts are stored in the unconscious, and the energy of these thoughts drives processes in the unconscious. Ugye a gondolatok a tudattalamban vannak tárolva, és ezeknek az energiája, az elnyomott gondolatok energiája különböző folyamatokat mozgat, hajt. We no longer believe this, and már nem gondoljuk ezt. We no longer believe this because, for example, with CBT, cognitive behavioral therapy. Az több okból kifolyólag nem gondoljuk ezt, és az egyik például az, hogy a kognitív viselkedés terápiában. We take thoughts, and we eliminate them. We take thoughts, we eliminate them. Kognitív viselkedés terápiában fogjuk a gondolatokat, és egyszerűen csak megszüntetjük őket.
elimináljuk őket. Nothing happens. Semmi nem történik. There's no up reaction. Nincsen semmi reakció. No disintegration of the patient. No. Nem esik szét a kliens. No somatic symptoms. No. Nincsenek szomatikus zavarok, szindrómák. And in CBT, in typical CBT treatment course, we eliminate many more thoughts than in typical psychoanalysis. És egy tipikus kognitív viselkedés terápiában sokkal több gondolatot szüntetünk meg, mint egy pszichoanalitikus terápiában. You see, we are heavily influenced by Freud. Whether we want to or don't want to, all of us, laymen and professionals, are heavily influenced by this father figure. Akár szeretnénk elismerni ezt, akár nem, a szakmabeliek és a laikusok egyaránt nagy hatást gyakorolt Freud. And he was a genius. És zseni volt. A literary genius, probably. Valószínűleg egy irodalmi zseni. But he had this obsession of converting psychology into a branch of physics. De meg volt ez a, volt egy olyan elképzelése, hogy a pszichológiát a fizika egyik területévé konvertálja. Psychology is not a branch of physics. Pszichológia az nem a fizika egy ágazata. I know, because I'm a physicist. Tudom, mert fizikus vagyok. It's not a branch of physics, and will never ever be a science. És soha nem is lesz tudomány. This is sad news for psychologists, because they very much want to be scientists when they grow up. És ez egy nagyon nehéz a pszichológusoknak, mivel hogyha nagyok lesznek, mint tudósok akarnak lenni. Psychology will never ever be a science. A pszichológia soha nem lesz tudomány. When you deal with raw material, like the human mind, experiments, for example, are not repeatable. Amikor emberi alapanyaggal dolgozunk, a kísérletek nem előre jósolhatóak. The number of hypotheses that you can generate is very minimal. Minimal, small. Nagyon minimális mennyiségű hipotézissel tudunk előállni. And the number of variables that you are dealing with is so enormous that there is no method on earth to cope with this. És olyan óriási mennyiségű változóval dolgozunk, hogy a világon semmi nem lenne képes ezt tudományos módon használni. At its best, psychology is a supreme form of literature. A legjobb formájában a pszichológia, az irodalom egy bizonyos módozata. Best psychologist ever probably was Dostoyevsky. A világ legjobb pszichológusa valószínűleg Dostoyevsky volt. Probably. Valószínűleg. So when we talk about emotions and so on, be very careful. These are inventions. Szóval amikor érzésekről beszélünk, akkor legyetek nagyon óvatosok, mert ezeket kitalálták valamikor. The reality is very simple. A valóság az nagyon egyszerű. What we think, we can unthink. Amit gondolunk, azt visszagondolni is tudjuk. And we can do that probably since the age of 6 months. És ezt valószínűleg 6 hónapos korunktól fogva tudjuk. For reasons I'm not going to right now, I'm pretty convinced that we can unthink starting at 6 months. Bele, de 6 hónapos kortól valószínűleg vissza tudjuk csinálni a gondolatainkat. And once you unthink, that's probably the end of the story. És amint ezt megtesszük, ott valószínűleg vége is van a történetnek. And you move on. És tovább lépsz. The false self is also a form of literature. A hamis én az szintén egyfajta irodalmi műfaj. It's a movie. Egy film. So I told you, how did I start the lecture? És mondtam nektek, hogyan is indítottuk ezt az előadást. We are made of dreams. Álmokból állunk. We're all made of dreams, nothing else. Mind álmokból állunk, semmi másból. What we think is reality is so heavily filtered, so manipulated in internal models in the brain. Amit valóságnak érzékelünk, azt az agy annyi szűrőn átszűri, annyi módon manipulálja, hogy álmokká válnak. We are so motivated by our internal environment rather than external. Annyival erősebben motivál minket a belső környezetünk, mint a külső környezet. We have no access to each other. És hozzáférésünk egymáshoz. It's nonsense. Nonsense. It's social pretension. Ez egyfajta szociális szerepjáték, áldozás. We know nothing about others. Semmit nem tudunk másokról. We make assumptions, of course. Feltételezésekkel élünk természetesen. But these are assumptions. De ezek mind feltételezések csak. There's no way to say how many of you are robots. Semmi bód nincs arra, hogy megmondjam, hogy ti nem vagytok robotok például. I have to take your word for it. El kell hinnem nektek. And if you are well-programmed robots, you yourself will believe that you are not robots.
És hogyha igazán jó programozott robotok lennétek, akkor ti is azt hinnétek magatokról, hogy nem vagytok robotok. There's no end to this. Nincs határ. So don't even go there. Szóval ne is gondoljatok ebbe bele. The child feels bad. The child invents false self. It's not that some part of the child went somewhere. There are no parts. Ez nem arról szól, hogy a gyerek rosszul érzi magát is. There's nothing. Kidolgozza a hamis ént, hanem nem arról van szó, hogy a gyerek egy része elmegy valahova, nincs semmi. We are dreams and stories, narratives. So we invent a new narrative, and that's the end of it. Mi álmokból és történetekből állunk, és ez a vége. The problem with the narcissistic narrative is that it is both dysfunctional and harmful to others. A narcisztikus történettel az a baj, hogy ez egyfelől diszfunkciós, másfelől mások számára ártalmas. Otherwise, who cares? Mert egyébként kit érdekel? Because all of you have narratives. Mert mindenki álmodik. You all tell yourselves, I'm good-hearted, I'm beautiful, I'm attractive, I'm stupid, we all have this negative automatic thoughts and you know. Mindenki azt mondja magának, hogy ő kedves, jó szándékú, mindenkinek vannak automatikus gondolatai. The narcissist narrative covers up for the narcissist's absence. A narcisztikus gondolatai a saját hiányát hivatottak pótolni, elfedni. Your narratives discover your existence. My narrative covers up for my absence. A ti narratíváitok a ti történeteitek a saját létezéseteket fedezi fel, míg az enyém pedig a saját hiányomat mutatja ki, fedi el. So in this sense, I am what is called false advertising. Szóval ebben a formában én vagyok a false advertising, az a téves, hamis reklám. Because what's the first thing we inform each other? The first thing. Mi az első dolog, amit mások számára közlünk magunkról? Hello, I exist. Szia, létezem. Forget all the rest. The first thing when you see each other, I exist. Mert ez az első dolog, ami létrejön, amikor valakivel találkozunk. At that very second, I perpetuate a deception. Ebben a másodpercben én már ezt fenntartom. Just, I don't know you. You're looking at me. Just by looking at me, I have deceived you. I don't need to do anything. Nem tudom, rád néztem, rám néztél, és már csak az, hogy rám néztél, már megtévesztettelek. Because hello, I don't exist. Mert hello, én nem létezem. So this is why we regard narcissism as a pathology. Worry about it. Ezért tartjuk a narcizmust patológiának. I have a question. Sokan szeretnék szerintem feltenni ezt a kérdést. Van-e annak realitása, hogy valódi partneri kapcsolatot lehet kiépíteni vele, tehát viszonylag normális életet? Hisz önnek sikerült. Tehát én úgy tudom, hogy ön már évek óta párkapcsolatban él, sőt, jó házasságban. Mi volt az ébredés? Mitől jött rá, hogy ön narcisztikus, hisz a narcisztikus jól érzi magát, nem akar változtatni. Mi volt a kiváltó ok? Mi történt? Van-e valami segítség, valódi segítség nekünk, áldozatoknak? You see, in your language there's already a problem. Narcisztikus. Narcisztikus is cute, you know? Annyira cuki az, hogy narcisztikus. Narcisztikus, annyira cuki. It doesn't sound frightening or problem. It sounds like a nem hangzik félelmetesnek vagy problémának, úgy hangzik, mint egy ilyen baba nyelv. So the question was, and I think many of us want to ask this question, is there, how was the positive outcome, or if you take into consideration your story that you're happily married and you somehow awoke to this reality and did something about it, what was your wake up call and what did you do and what can we do if you want to have a relatively normal life with narcissistic as victims? There's quite a few assumptions in this question. Elég sok felvetés tartalmazott ez a kérdés. The narcissist comes to recognize that he has a problem. Because first of all, contrary to misinformation online,
the vast majority of narcissists do realize that they are narcissist or that they have narcissistic traits. Az elérhető információkkal ellentétben a legtöbb narcisztikus egy ponton észreveszi, hogy van vele valami baj, hogy vagy narcisztikus tendenciái vannak. But they are proud of it. De büszkék rá. There is a concept in psychoanalysis called cathexis. Freudnak a pszichoanalízisében van egy katexis nevű fejezet. Cathexis is emotional investment. Ez pedig az érzelmi befektetés, befektetett érzelmi energiát jelenti. So the narcissist cathects his disorder. Szóval a narcisztikus befektetett ebbe a fajta zavarba. He is emotionally invested in his disorder. Ő neki az az érdeke, hogy ez legyen. He is proud of his disorder. Büszke erre. He believes that he is the next stage in evolution. Azt hiszi, hogy ő az evolúció következő lépése. He believes that he is superior. Hogy ő felsőbbrendű. He believes that his accomplishments and his creativity are because he's a narcissist. Azt gondolja, hogy az eddigi eredményei és az eddigi eredményeit a narcizmusának köszönhette. If he stops being a narcissist, he will not be creative. He will not be president of the United States. Hogyha abba hagyná a narcizmust, úgymond, akkor nem lenne kreatív, és nem lehetne tovább az Egyesült Államok elnöke. So the narcissist is married to his disorder much more than he is married to you. Szóval egy narcisztikus sokkal inkább elvette feleségül ezt a zavart, mint a tényleges feleségét. There is a concept called collapsed narcissist. Van egy összeomlott narcisztikus nevű fogalom. Again, online you will find the term failed narcissist. Az interneten a megbukott, kudarcba fulladt narcizmus kifejezést fogjátok megtalálni, failed narcissism. It's a wrong term. Ez egy helytelen kifejezés. Failed narcissist is a phase in the development of borderline personality disorder. Nem, ez a borderline személyiségzavar kialakulásának egy lépését írja le. The correct term is collapsed narcissist. A helyes kifejezés az összeomlott narcisztikus. Collapsed narcissist is narcissist who fails to obtain supply, failed in everything. Ez egy olyan narcisztikus, aki megbukott, aki nem tudja megszerezni a narcisztikus forrását. And he hit rock bottom, he crashed. És eljutott minden legaljára. In my case, I had a private jet at the age of 21. I sold it to Donald Trump, by the way. It's true. 21 éves koromban. I had a private jet at age 21. I was heavy multimillionaire. I was professor of physics at age 17. I started university at age 9. I was very famous in my country, in Israel. Én például 9 évesen már egyetemre jártam, nagyon híres voltam. I had everything. Mindenem megvolt. A 17 évesen professzor lettem, 21 évesen magángépen volt és milliárdos voltam. Until I had nothing. Amíg aztán egyszer semmim nem lett. I lost absolutely everything. Elvesztettem a kapcsolatot a valósággal. Including my fiancé. A mennyasszonyommal együtt. It wasn't enough. Nem volt elég. Because I recovered very fast. Mert nagyon gyorsan felépültem belőle. I made millions within 2 years. Két év után már ismét millióim voltak. And I lost them. Aztán elvesztettem. And it wasn't enough. És még ez sem volt elég. I made millions. Ismét milliókat szereztem. I was arrested. Aztán letartóztattak. And my trial was like 5 years. I was arrested and the trial was 5 years later. Letartóztattak, és a tárgyalás pedig 5 évre rá történt. When I was arrested, they confiscated all my property. Akkor letartóztattak, az összes tulajdonomat lefoglalták. And by the time the trial started, I had $40 million. És mire elkezdődött a tárgyalás, már 40 millió dollárom volt. So I had no reason to change. Semmi okom nem volt rá, hogy változzak. My formula was working. Whatever it is that I was and I was doing was working. Bármi is voltam, vagy bármit csináltam, why to change? For example, consider Donald Trump. Vegyetek egy pillantást Donald Trumpra. Donald Trump is a grandiose narcissist. Not malignant, by the way. Grandiose narcissist. Donald Trump az egy grandiózus narcisztikus. Why on earth would he change? Miért is változna meg? I mean, give me one reason that Donald Trump will change. Hogy ez nekem egy okot, ami alapján ő neki érdemes lenne megváltozni. Multimillionaire. Multimilliómos. Television star. TV star. President of the United States. Az Egyesült Államok elnöke. Orange hair. Narancsága haja van. Why would he change? Miért is változna no meg? No incentive. I had no incentive.
Nekem nem volt erre készítésem. But then I was arrested. Aztán letartóztattak. And I was in prison. Börtönben voltam. And I lost everything, and I lost the woman that I was, I mean, in my terms, loved. It's not love, it's dependence on supply, but loved, and that was a major crisis. And elveszettem mindent, és elveszettem. It was the second time that I was diagnosed with narcissistic personality disorder, and I said, well, you know, I must find out what it is. And there was nothing, no literature, nothing. I opened the first website for, I had to invent the language. I was trying to describe to other people what's happening to me and to warn victims and to give them tools to express, because the victims had no language. They didn't know how to express them. It was unprecedented what they were going through. They couldn't compare their experience to anyone else. You know? No one understood. Sorry, can I just wrap it up for the others? No. Elvesztettem mindent, elvesztettem a nőt, akit a saját fogalmaim szerint szerettem, ami azért egy nagy krízis volt. Aztán, amikor másodszorra is diagnosztizáltak narcizmussal, akkor elkezdtem gondolkozni rajta, hogy miről is volt szó. És hát nem találtam semmit, semmi értelmeset. És aztán azzal találkoztam, hogy az áldozatok is tanástalanok, úgyhogy végül aztán kidolgoztam egy módszertant és egy terminológiát erre. És az első weboldalt én... Mert nem volt irodalma. Köszönöm. So this is how I started to read and about narcissism and so on and so forth. Okay. And then 20 years later, I discovered that it had zero effect on me. És így kezdtem el a narcizmussal foglalkozni, és aztán olvasni, és 20 évvel később rájöttem, hogy semmilyen hatást nem gyakorolt ez rám. 20 years later, I was sufficiently qualified to judge, and I discovered that all my knowledge, arguably I'm the most knowledgeable person on the planet on this topic, nothing, no effect. És azt találtam, hogy 20 évvel később, mikor már meg tudtam állapítani, mivel én tudtam erről a témáról akkor a világon a legtöbbet, azt tapasztaltam magamon, hogy mindez a tudás semmilyen módon nem változtatott azon, amilyen vagyok. So I started to develop therapy. There was no one else, nothing else. Ezért elkezdtem kidolgozni egy terápiát erre. But of course, for me it's too late. It's too late. Anyhow, the narcissist hits rock bottom, and only then. De a lényeg, nekem talán már túl késő, de egy narcisztikus elér mindennek az aljára, és akkor lehet valamiféle változás. In July 2016, the famous academic magazine journal, New Scientist, published in the United Kingdom, had a cover story. And the cover story was, parents, teach your children to be narcissists. 2016-ban Egyesült Királyságbeli tudományos folyóirat címlapján ez a felhívás szerepelt, hogy szülők, neveljetek narcisztikust a gyereketekből. In the past 10 years, there are scholars, academics, professors who are glorifying narcissism and psychopathy. Az elmúlt 10 évben több olyan tudós, akadémikus kutató van, aki egyfajta dicsfényt akar adni a narcizmusnak mindenfelé. Concepts like productive narcissist. Igen, vannak ilyen fogalmak, mint produktív narcizmus. High functioning psychopath. Vagy mint magasan funkcionáló pszichopata. They say, these scholars, Maccoby, Dutton, others, they say that it's, in today's world, it's positive adaptation to be narcissist and psychopath. Ők azt mondják, hogy a mai világban mai világhoz így tudunk jól alkalmazkodni, hogy pszichopaták és narcisztikusok vagyunk. When I went to teach in Russia, I had demand from many, many, many people, many, most of them women, and here is what they ask me: how can we be, can you teach us how to become narcissists and psychopaths? Amikor Oroszországba mentem tanítani, akkor volt egy nagyon nagy kereslet arra nézve, és nők nagyrészt nők voltak, akik azt kérték, hogy arra tanítsa meg őket, hogy hogyan lehetnek narcisztikusok és pszichopaták. The self-esteem educational movement in the United States teach
children, 91% of all school children went through this curriculum. They teach them that there is nothing they cannot do. They can do anything. Az amerikai önbecsülést fejlesztő mozgalom és az otthon iskolázott gyerekek 91%-át így nevelték, azt tanulja, azt nevelik belé, hogy nincs a világon semmi, amit ők meg ne tudnának tenni. If you just put your mind to it, you can do it. Ha csak elhatározod, akkor meg is tudod csinálni. You are special, you are unique. Különleges vagy és egyedi. There is the phenomena of life coaches, career coaches, and I will not mention names, they are very well known. Vannak. And the message of these people is wake up the inner giant in you. Van elég sok olyan life coach és egyéb más coach, akik, és most nem fogok neveket mondani, de akik azzal az üzenettel állnak az emberek elé, hogy ébresszétek fel magatokban a belső óriást. And of course, there are technologies that enable narcissism. És természetesen vannak olyan technológiák, amik ezt lehetővé teszik, a narcizmus lehetővé teszik. Like social media. Például a közösségi média. But one thing that is overlooked is that there are technologies that enable psychopathy. Psychopathy. De hogy a fölött a tény fölött viszont mindenki elsiklik, hogy ezek olyan technológiák, amik a pszichopátiát is lehetővé teszik. For example, some of the dating applications are utterly psychopathic. Például néhány randi alkalmazás kifejezetten pszichopátiás. So, it's a losing battle. Ez a csata, ez vesztésre. The future is a narcissistic psychopathic civilization. A jövő az egy narcisztikus pszichopata társadalom. And narcissists and psychopaths will rise to the top. És a narcisztikusok és a pszichopaták azok felemelkednek a tetőben. Are rising to the top. Most is már felemelkednek a társadalom tetejére. I've simply tried in this lecture to teach you how to survive in this new brave world. És ebben a előadásban most szeretném nektek megtanítani, hogy hogyan tudtok túlélni ebben a szép új világban. If you think I or anyone can do anything to stop this, you're wrong. Ha azt gondoljátok, hogy én vagy bárki bármit is tud ezzel tenni, akkor tévedtek. It's too late. Túl késő. Az lenne az egyik kérdésem, hogy kb. Hány százalék narcisztikus személyiségzavar rossz ember lehet kb. Ez az egyik. A másik, a narcisztikus ember tudja magáról, mint egyik náci, hogy ő másképp működik, és ő neki tudja, hogy ő egy másik náci, vagy ő tudja a másikról, hogy ő egy táplálékforrás. Egyik narcisztikus tudja a másikról, hogy az... Igen, hogy a narcisztikus mennyire van tisztában saját magával, hogy ő narcisztikus, tehát észreveszi-e, hogy a másik ember, ő egy táplálékforrás, vagy pedig egy narcisztikus, egy másik náci? So, two questions. The first one being, what's the percentage of narcissists in world population? The second one is, whether narcissists recognize other narcissists or prey, whether they are aware of this distinction in themselves and in others. Officially, the percentage of people diagnosed with narcissistic personality disorder in the general population is 0.97%, 1%. A népesség körében a hivatalos számadatok szerint 0.97% narcisztikus van. Diagnosztizálva, bocsánat. In inpatient and outpatient populations, people suffering from mental problems, the percentage of people with personality disorders depending on the country, 10-15%. Hogyha mind a zárt intézményekben kezelt embereket, klienseket nézzük, illetve az azon kívülieket, akkor országtól függően ilyen 10-15% a mentális betegségek előfordulása. Contrary to again online misinformation, narcissists are not overrepresented in prison. Psychopaths are. Ismét az interneten elérhető téves információkkal szemben nincs sokkal több narcisztikus börtönben, mint az adná magát, viszont pszichopatából pedig igen.
felülreprezentáltak a narcisztikusokkal ellentétben. It's like the movie with Charlie Chaplin. Yes. Mint a Charlie Chaplin filmben. There's a movie with Charlie Chaplin, the great dictator. He plays Adolf Hitler. And he has a secretary. And he talks for half an hour and the secretary pushes one button. And then he says Punkt and she types for half an hour. And with the translation I feel the same. I say one word and then it's 2 hours. Olyan, mint a Charlie Chaplin filmben, hogy beszél Hitlerként Chaplin fél órát, és utána pedig a titkárnője megnyomja a gombot, és akkor fél óra szünet. So, there are only two populations where psychopaths are overrepresented, and these are chief executive officers of Fortune 500 companies and prison population, criminals. Egyedül két területen, két populációban vannak felülreprezentálva a pszichopaták, az egyik a top 500-as cégek CEO-i, illetve a börtönben lévők. These are studies by Robert Hare and Babiak. So, Robert Hare és Babiak tanulmányai. So these are the official figures. I believe the real figure is something like 5 times more, higher. Ezek a hivatalos számok, én úgy beslem, hogy ez a valódi számok ennek ötszöröse. My own personal statistics, because I have a database of 1,700 people diagnosed with narcissistic personality disorder. Saját adataim, nekem van egy 1700 fős adatbázisom diagnosztizált narcisztikusokkal. They answer a questionnaire of 700 questions, so I have million data points. 700 kérdésre válaszolnak, ezért egy millió adatpontom van. And I compared this size to the general population size of forums, of victims, of this, of that, and making basic assumptions about family size, household size, adjusting, I get something like 5%. So I think prevalence of narcissism really is about 5% today, but officially 1. A hivatalosan 1%, én ezeket az adatokat különböző csoportokkal, meg a családtagok becsült számával többek között összevetve azt kaptam, hogy egy 5% környékén lehet ez az érték. What was the second question? Excuse me? The second question which you asked? I asked the first was the percentage, the second was the... whether they recognize each other or not. Oh. Narcissists recognize other narcissists, but not psychopaths. A narcisztikusok más narcisztikusokat felismernek, de a pszichopatákat nem. So narcissists fall prey to psychopaths. So the chain of food is like this. Psychopaths eat narcissists, narcissists eat all others. Igazából úgy néz ki a tápláléklánc, hogy a pszichopaták általában verik a narcisztikusokat, szóval ők vannak felül, a narcisztikusok pedig mindenki mást megesznek. Now, there was a group of scholars in the 90s, Morningstam, Gunderson, others, that suggested that there is a subtype, a bridge between psychopaths and narcissists. 90-es években volt egy kutatócsoport, Morgensteinnek meg egyébek és a többiek, akik azt vetették fel, hogy a narcisztikusok és a pszichopaták között létezik egyfajta híd. And that's the psychopathic narcissist. És ez a pszichopata narcisztikus. Which is me. And én vagyok. We get the best of both worlds. És mi mindegyikből a legjobb elemet magunknak tudhatjuk. We are what we call in the United States twofer. Twofer means you pay for one, you get two. És mi vagyunk a kettő az egyben. So if you date me, you get two. One psychopath, one narcissist. Hogyha velem jársz, akkor mind a kettőt csomagban megkapod. The psychopathic narcissists, they have antisocial behaviors coupled with grandiosity, to summarize. A narcisztikus pszichopatáknak van egy bizonyos fokú grandiozitása, illetve what kind of behavior? Antiszociális viselkedés. And they are coterminous. They are the same like what Kernberg called malignant narcissists. Mi vagyunk azok, akik Kernberg szavaival élve beteges narcisztikusok vagyunk, malignáns narcisztikusok. So when you hear malignant narcissist, it's actually psychopathic narcissist. Szóval amikor malignáns vagy beteges narcisztikus kifejezést hallod, az lényegében engem jelent. They are the elite
the elite force. They are the elite of the profession. There are very few of them. Ők a szakma csúcsa, és nagyon kevesen vannak. To qualify, you need to work hard. Keményen kell dolgozni, hogy ideig az ember eljusson. So there are few. Malignant narcissists or psychopathic narcissists are very few. De ez tény is való, hogy rossz indulatú narcisztikusból kevés van, nagyon kevés. Because they are very, very few, the Diagnostic and Statistical Manual Committee decided to keep the two diagnoses separate, not to unite them. Mivel nagyon kevesen vagyunk, ezért a DSM úgy döntött, hogy ezt a kettőt külön kezeli, mert olyan kicsi az átfedés. So psychopathic narcissists can recognize both psychopaths and narcissists. És a narcisztikus pszichopaták mind a kettőt felismerik, a pszichopatákat és a narcisztikusokat is. But grandiose narcissists cannot recognize psychopaths, and psychopaths eat them for breakfast, eat them alive. De a grandiózus narcisztikusok nem ismerik fel a pszichopatákat, és ezért a pszichopaták megeszik őket reggelire. I belong to both clubs. Én mind a kettő klubnak tagja vagyok. But look at me, I'm a smiling psychopathic narcissist. Nice. Nézzetek rám, én mosolygok. Azt szeretném kérdezni, lehet, hogy ostobán hangzik a kérdés, de mit tehet az, aki mondjuk minden tudása ellenére úgy érzi, hogy csak vergődik, és ahogy ön is említette, hogy hiába volt minden tudása, attól még a narcizmuson nem tudott változtatni. Tehát, hogy van-e valami kiút, vagy ez az unthinking, ez a elgondolom, hogy már nem tudom, kilépek ebből, tehát, hogy a másik oldalról van-e valami tanács? And what can you do if you are aware of your condition, you have come to your wit's end, and can you unthink these? How can you step out of this anyway? In any way? Out of narcissism? Or how can you improve your life in this? Which? How can you step out of the victim role if you are once you're aware of a victim role? You mean as a victim or as a victim? I'm not sure I understand the question. No contact. Yeah, but it's not that easy, as you mentioned. No, I disagree. I hear it a lot from victims. This is excuse. Kifogás. Excuse. You will not starve. You will have bread. You will have water. You will have where to be. Go back to your mother. You will. You only possible reason to be in extremely indirect contact is if you have common children. Egyedüli ok, miért érdemes a kapcsolatot fenntartani, az, hogy a közös gyerek van egyébként, ha van hol aludni, van kenyér, van víz, akkor menj el. És nagyon sokat hallom ezt másoktól. The truth is that victims, many victims, like to be victims. This is their comfort zone. They know how to be victims. They are experts at victimhood. Sok áldozatnak ez a komfortzónája, hogy they are professional victims. Hogy képzett professzionális áldozat is. Victimhood becomes their identity. So, they are victims. This is their identity. Az identitásuk részévé válik, hogy ők áldozatok. So it's not about going no contact with a narcissist, it's about going no contact with yourself. Szóval ez nem csak arról szól, hogy egy narcisztikussal megszakítod a kapcsolatot, hanem saját magaddal szakítod meg a kapcsolatot. When you leave the narcissist, very often you have to leave yourself as well, behind. That self that you have to leave it behind. Nagyon gyakran, hogyha egy narcisztikussal megszakítod a kapcsolatot, akkor magaddal is meg kell, azt a saját identitást is magad mögött kell hagyni. Your existence with a narcissist is already ritualized. It's a ritual. Saját kapcsolatodővel ez is egyfajta szertartás már. It is exoskeleton. Egyfajta külső exoskeleton, külső váz. It provides structure. It's predictable. It makes sense of the world. It provides meaning. Struktúrát ad, értelmet ad, kiszámíthatóvá teszi a világot. You can predict. It provides predictability. You can predict. You know the rules. You know the ropes. All this together is called comfort zone. Kiszámíthatóságot ad, tudod a szabályokat, és ezt hívjuk összefoglalóan komfortzónának. I say it unequivocally. There is and cannot be any reason
whatsoever, ever, not to go, no contact. End of story. Szóval mondani, hogy semmilyen ok nincs arra, amiért ne szakítsuk meg a kapcsolatot, és ez a történet vége. End of story. Simple. If you don't go, no contact, it's because you don't want to go, no contact. And you have to ask yourself. Why you don't want to go, no contact? Nem akarod megszakítani a kapcsolatot, akkor ennek az egy oka, ha nem szakítod meg a kapcsolatot, az az egy oka lehet, hogy nem akarod megszakítani a kapcsolatot, és akkor magadnak kell feltenni azt a kérdést, hogy miért is nem. The human brain is very creative. Az emberi agy nagyon kreatív. And trauma bonding is as shape-shifting as the narcissist. És a traumakötés az annyira hasonlóan egy alakváltó jelenség, mint a narcisztikus maga, a narcisztikus személy maga. I'm with him because of the children. És hogy, could you please repeat? I'm with him because of the children. Hogyha a gyerekek miatt vagy vele. I'm with him because he's having a bad period. I will wait until things get better, then I will leave him. Vagy azért vagyok vele, mert épp egy rossz időszakon megy át, de egyébként majd jobb lesz. I'm with him because I don't know how to make money. Azért vagyok vele, mert nem tudok pénzt keresni. I'm with him because he controls all the money. Azért vagyok vele, mert az ő kezében van az összes pénz. I'm with him because I'm used to him. Azért vagyok vele, mert megszoktam. Even I'm with him because no other man will be much better than him. Azért vagyok vele, mert semmilyen más férfi nem lesz ennél jobb majd. Why bother? Miért is zavartassam magam? Yes, he's bad, but you know. Igen, rossz, they're all bad. De az összes ilyen. So the human mind is creative in giving you many, many excuses. Az emberi elme kreatív és sokféle kifogással előrukkolhat. The other group of people who are as inventive about why they can't stop doing something are alcoholics and junkies. A másik csoport, aki hasonló kreatív módon tud kifogásokat gyártani, az a drogfüggők, illetve az alkoholisták. You ask alcoholic, why do you drink? I don't drink. But you drink. It's not really drink. It's just two or three a day. And it's not every day. It's just when I'm this. And it's not when I'm this. It's when I'm that. And it's, I mean, alcoholics lie, deceive, cheat, tell themselves stories, tell others stories. I mean, alcoholics and junkies. Ja, alkoholista ugyanígy folyamatosan kifogásokat keres és történeteket fabrikál, hogy ő nem is hiszik, vagy csak ekkor hiszik, vagy ez nem is olyan sok. And victims addicted to the narcissist, they're all addicts. This is addictive behavior. És a narcisztikusok áldozatai is ugyanúgy függenek a narcisztikustól, hogy ez egy függőség. I have no idea why you should invest another second in someone who has been diagnosed at least with narcissism. Egy okot sem tudnék mondani arra, hogy... Can't think of any... Hogy miért töltsd egy másodperccel is többet valakivel, aki egy diagnosztizált narcisztikus. I think you will have to come to the microphone. Are there any steps or phase or stages? Is it a spectrum? Yes. Igen. It is a spectrum. Everyone has healthy narcissism. Nekiben van egy egészséges narcissism. Healthy narcissism is also known as primary narcissism. Ez hívják elsődleges narcissizmus. It underlies. It is the foundation of self-esteem, self-confidence. And self-worth. Ez az önbecsülés, az önbecsülés és az önbizalomnak az alapja. So this is healthy, and then you start to get less and less healthy, and of course you have people with the guy who described the spectrum. His name is Theodore Millon. Theodore Millon wrote a book in the year 2000, Personality Disorders in Daily Life, and there he describes the spectrum. So you have healthy narcissism. Narcissistic style, narcissistic behavior, narcissistic personality, narcissistic disorder. 2000-ben Theodore Millon írta le a hétköznapi élet mentális zavarai című könyvben a narcizmus mint egy spektrum, és ezben leírta ennek a spektrum jellegét, hogy ahogy különböző lépések után már nem válik egészséges, hogy egy ideig még igen, aztán már nem, és leírta a narcisztikus viselkedést, narcissistic behavior, narcissistic style, stílust, behavior, personality, személyiséget, and disorder. És ez zavart magát. So of course, online
The vast majority of claims that someone is a narcissist, they are nonsense. A legtöbb az interneten olvasható állítás, hogy valaki narcisztikus, ezek nem helytállóak. Nonsense. You have a fight with someone, today you don't call him asshole, you call him narcissist. This is more, you know. Elérkezhet az a nap, hogy valaki csak valaki beszól neked, és akkor te magadban elnevezed narcisztikusnak. But that's not clinically. De ez nem egy klinikai diagnózis. Very, very few people are narcissists, actually. Extremely few. Nagyon kevés igazi narcisztikus van. Az lenne a kérdésem szintén az áldozati oldalról, mivel hogy az egyetlen tanácsolt mód, hogy no kontaktot vezessünk be, és minden kapcsolatot szakítsunk meg egy narcisztikussal. Viszont az előadás elején a professzor úr nagyon sokat beszélt a narcisztikusok manipulálásáról, illetve arról, hogy hogyan manipuláljuk, hogy ők a függőnké váljanak. Ennek mi a célja? Másrészt viszont, hogyha ezeket a manipulációkat mi elvégezzük, ugye kijött, hogy az ő saját módszereiket használjuk ő ellenük. Tehát valamilyen módon magunk is narcisztikussá válunk, illetve nyilván, hogy ezek nem mi vagyunk, pszichés sérüléseket mi is szerezhetünk ezek között a manipulációk között. My question is also from the victim's side, that if your only advised method is no contact, then why the strategies, and whether or not we also become damaged and distorted by using these strategies? The strategies are because you refuse to listen. That's why the strategies. You refuse to go no contact. A stratégiák azért vannak, mert sokan visszautasítjátok azt, hogy megszakítsátok a kapcsolatot. For example, we tell people not to smoke. Például elmondjuk az embereknek, hogy ne dohányozzanak. Don't smoke. But many people refuse to listen, they smoke. Hogy hallgatnak erre? So we tell them, okay, if you smoke, come once a year for screening of the lungs, if you smoke. És azért azt mondjuk nekik, hogy oké, hogyha dohányzol, akkor legalább évente egy szűrésre gyere el. These are strategies in case you insist not to implement the only proper course of action. Ezek csak arra az esetre szolgálnak, amennyiben nem vagy hajlandó megtenni azt az egy igazi hatásos válaszlépést. And I think the second part I answered already. Yes, of course. By implementing these strategies, you are becoming narcissist. És igen, erre is narcissistic at least. És igen, erre is válaszoltam, hogy amennyiben használjátok ezeket a stratégiákat, ti magatok is narcisztikussá váltok. You're using the narcissist's own strategies against him. Saját stratégiáikat használjátok ellenük. But, you know, it's like, I don't know, remember who said it, I think Nietzsche said it. If you stare into the abyss, sometimes the abyss stares at you. Nietzsche mondta, hogy néha, hogyha lepillantasz a mélységbe, akkor a mélység visszanéz beléd, visszapillant beléd. And of course, very often you fight monsters and you become one. És nagyon sokszor, hogyha szörnyeket találsz, akkor te magad is szörnyé válsz. But that's your choice. Ez a te választásod. To stick around the narcissist, capture the narcissistic coronavirus is your choice. Ez egy narcisztikus koronavírus, te döntésed. I noticed that in the vast majority of your examples, you refer to a narcissistic person as a male. Is there a reason for this? Like, is the majority of narcissistic people male, or what is the ratio between women and men? And if there is a difference between female and male narcissists? Szóval az volt a kérdésem, hogy észrevettem, hogy a példák során általában a narcisztikus személyekre, mint férfiakra utalt, hogy van-e ennek valamilyen jelentése, esetleg az, hogy több narcisztikus férfi van, mint nő, illetve hogy van-e a narcisztikus férfiak és nők között valamilyen különbség. Thank you. Thank you. Up until the year 2000, the statistics we had were that 75% of all people diagnosed with narcissistic personality disorder were men. And this is despite the fact that the majority of people who went to therapy were women. A 2000-es évig azt tapasztaltuk, hogy a diagnosztizált narcisztikusok 75%-a férfi volt, még azon tény ellenére is, hogy aki elment
hogy azon narcisztikusok, akik elmentek terápiába, többségben nők voltak. We could therefore, based on these two facts, we could therefore pretty much assume that almost all narcissists are actually men. És ezt a két tényt, hogyha egymás mellé helyezzük, akkor látszik az, hogy valószínűleg szinte minden narcisztikus férfi. Things have changed since then. And today, depending on the country, in a growing number of countries, 50% are men and 50% are women. Dolgok azóta változtak, és több országban ez az arány már 50-50%. This led to a revision of the text in the Diagnostic and Statistical Manual, 5th edition, June 2013. És ezért a DSM 2013. júniusi 5. kiadásában újra kellett, hozzá kellett nyúlni a narcizmus eddigi megfogalmazásához, szövegeihez. Page 767. So the text. Seriously, it's a real page. 767. So the text was revised, and now it says that 50-75% are men. 50%-75%. A mostani megfogalmazás szerint pedig 50-75%-ban férfiak a narcisztikusok. The growing number of women narcissists is part of a much bigger picture about changing gender roles. A női narcisztikusok arányának növekedése a nemi szerepek változását jelzi. Women have adopted male behaviors and male traits in increasing numbers, and today the vast majority of women under the age of 40 or 45, depending on the country, the vast majority of these women are indistinguishable, as far as our studies, indistinguishable from men, as far as behaviors, choices, cognitive functioning, sexual functioning, etc., etc., etc. I can give you as many statistics as you want. I don't know. One night stands, women have almost as many one night stands as men. It was unheard of only 20 years ago. You name it. I mean, women became men. Röviden összefoglalva, a nők egyre inkább férfiakká kezdenek válni, és sok országban a 40 illetve 45 év alatti nők különböző, és ezt több tanulmány vizsgálta, különböző mutatói, jellegzetességei megkülönböztethetetlenek a férfiaktól, az ugyanazon populációba tartozó férfiaktól, gondolok itt például az egyéjszakás kalandokra és hasonló jellegzetességekre. Women became men in the, I mean, women have adopted the positive aspects of masculinity, for example, competitiveness, but unfortunately, also the negative sides of masculinity. They've adopted the entire package. A nők nem csak a maszkulinitás pozitív elemeit tették magukévá, például a versengő szellemet, hanem ennek a negatív aspektusait egyaránt. For some very strange reason, women were really strange. I mean, I don't know why. Women did not discriminate, did not distinguish the positive sides from the negative sides. Valami általam felfogadatlanokból kifolyólag a nők nem tettek különbséget a pozitív férfi tulajdonságok, illetve a negatív férfi tulajdonságok között. So parameters like promiscuity or narcissism, which used to be exclusive male behaviors and traits, are now equally represented among women. Például a promiscuitás, illetve promiscuity, narcissism. És a narcizmus, ami korábban egy férfi területnek vagy férfi jellegzetességnek számított, most már a nőkben ugyanúgy jelen van. And today, for example, the rate of adultery among women is equal to men. És a házasságtörések aránya meg a nők, illetve a férfiak esetén ma már megegyezik. As I told you, one night stands or casual sex is almost the same, not yet the same, but matter of time. Majdnem ugyanígy tart az egyéjszakás kalandok statisztikája, már még nincs egészen egy szinten, de már közelítünk a fele. Psychopathic behaviors have exploded among women. Psychopathic, not narcissistic. A pszichopata viselkedésmód is egyre
ez egy óriási ugráson megy át éppen. Including criminal behavior. Including criminal behavior. És a bűnözői viselkedésmód is szintén. So while 20 years ago the answer would have been 20 years ago the answer would have been that women women obtain supply in different way. Women narcissists obtain supply differently to male narcissists. Today, I don't think there's any distinction anymore. 20 éve az lett volna a válasz, hogy a nők másképpen jutnak narcisztikus forráshoz, mint a férfiak, de ez a különbség ma már lényegében kimutathatatlan. I'm sad to say this, because gender differences were the spice of life in some respects. Not talking about equality, but about differences. Most nem a nemi egyenlőségekről, hanem a nemi egyenlőtlenségekről van szó. Now, one thing we know from studies of suppressed minorities. So we have, of course, numerous studies about the Jews, studies, numerous studies about Black Americans, Native Americans, minorities in the USSR. So we have a huge body of knowledge about what happens to minorities, suppressed minorities. Számos tanulmányban olvashatunk arról, hogy mi történik az elnyomott kisebbségekkel, gondoljunk csak itt a zsidókra, vagy Amerikában az afroamerikaiakra, esetleg a Szovjetunió kisebbségeire. And we know that when a minority has been suppressed for very long time and then acquires new freedoms, they don't know how to use these freedoms. They become extremely narcissistic and psychopathic. Tudjuk azt is, hogyha egy kisebbséget túl sokáig nyomnak el, akkor az újonnan megkapott szabadsággal úgymond nem tudnak mit kezdeni, ezért narcisztikussá válhatnak. Possibly there's hope. Remélhetőleg van remény. Women have been enslaved for thousands of years. A nőket évezredeken keresztül elnyomták. Mistreated and abused institutionally for thousands of years. Intézményesen elnyomták őket, sőt, sokszor bántalmazták is őket. And have developed the weapons of the weak. Ezért felfegyverezték magukat. Among them, passive aggression. Így például a passzív agresszióval. Which is a variant of narcissism. Ez egy narcizmus egy jellegzetessége. I want to believe that once everyone, including men, gets comfortable with the new status quo, I want to believe that these manifestations will abate, will go down. Szeretnék hinni abban, hogyha mindenki a társadalomban, így a férfiak is megszokják ezt az új status quo-t, akkor ezek el fognak majd tűnni. But history says exactly the opposite. Azonban a történelem az ellentétéről tanúskodik. Narcissistic and antisocial behaviors among suppressed minorities, which have acquired new freedoms, these behaviors actually go up. Azokban a társadalmakban, amelyeket hosszú időn keresztül elnyomtak, a narcisztikus viselkedés egyre szembeötlővé válik. So my optimism has no foundation in history. If we judge only from history, women will become equally, if not more, represented in crime, in extreme narcissism, in destructive activities, and so on. Hogyha pusztán a történelmet nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy a nők is ugyanolyan arányban fognak majd elkövetni esetleg bűncselekményeket, vagy ugyanolyan arányban lesz köztük majd narcisztikus személy is. Jó estét, köszönjük az előadást, hát ez valóban nem Disneyland. A professzor úr említett 8 metódust arra, hogy hogyan lehet kezelni a narcisztákat. Az eldobás utáni extrém agresszióra esetleg van-e valami tanácsa gyereknevelés miatt? Thank you very much for your presentation. It really was no Disneyland. And reflecting on the 8 methods that you described to us, I would like to touch on the extreme aggression, whether it has any use in, or whether it has any facts in raising children.
Like what is? Sorry. So extreme aggression after discard. Oh, after discard. Sorry. Extreme aggression by the narcissist, I think. By the narcissist. Aggression has effect on children, of course. Before discard, after discard, narcissist, not narcissist. Aggression always has an impact on children. Az agresszió nyilván minden esetben hat a gyermekekre. Because children cannot integrate aggression into a view of the world. Children are constructing a view of the world. And they cannot integrate aggression well into that. Ez azért van, mert a gyermekek nem képesek beépíteni az agresszivitást a világukba. One of the ways they integrate aggression is by internalizing it. So they either become aggressive or they become suicidal. These two. Depressed, suicidal. Talán két módja az agresszivitás kezelésének az lehet, hogy a gyermek vagy azzá válik, vagy pedig depressziós, esetleg depressziós lesz, vagy esetleg szuicid gondolatai támadhatnak. So if the aggression is systematic, repeated, etc., etc., these children have much higher chance of becoming criminalized, externalized aggression, or self-destructive. Could be anything, drugs, I don't know what, self-destructive. Hogyha hosszú ideig vannak kitéve a gyermekek ilyen agresszív viselkedésnek, akkor megnő az esély arra, hogy a gyermekek egyrészt agresszívvel válnak, másrészt pedig esetleg bűnözői életmódot folytatnak, vagy a szerhasználat esélye is megnő, például drogfüggőkké válhatnak. If the aggression is within the family structure, if they see aggression in the family, the chances of them becoming abusers, physical abusers, in the future, in their own families, are higher than 50%. Hogyha családon belül történik az agresszió, akkor több mint 50% esély van arra, hogy az agressziót elszenvedő gyermek a saját családjával is agresszív lesz, illetve bántalmazói státuszt tölt majd be. No, aggression is intergenerational, carries forward. Hát generációkon átívelő dologról van szó, hogyha az agresszivitást nézzük. There is a distinction, also we should make distinction between physical aggression and other forms, like verbal aggression. Azonban különbséget kell tennünk a fizikai és a verbális agresszió között. Both forms carry forward, so a child exposed to physical or verbal will abuse physically or verbally his wife, his children, and so on. Mindegy, hogy a gyermek fizikai vagy verbális abúzusnak van-e kitéve, szinte biztos, hogy azt a saját családjával is folytatni fogja. But as far as self-destruction and criminalized behavior, verbal aggression has very little effect, only physical. And sexual. Azonban, ami az önpusztítást és a droghasználatot, drogfüggőséget érinti, azt mondhatjuk, hogy a verbális abúzusnak kisebb szerepe van, mint a fizikai, illetve a szexuális bántalmazásnak. So, let's summarize. If the child witnesses physical or sexual aggression, or if the child is victim of physical and sexual aggression, hogyha a gyermek szemtanúja, illetve elszenvedője a fizikai vagy szexuális bántalmazásnak, then this child will become destructive, other destructive or self-destructive. Akkor ez a gyermek destruktív lesz másokkal szemben és önmagával szemben is. If the child witnesses verbal aggression or is victim to verbal aggression, the child will express verbal aggression only in the family structure, so when he has a family. Hogyha egy gyermek verbális abúzust szenved el, vagy annak szemtanúja, akkor ő is verbális abúzust fog majd elkövetni, de a saját családján belül. And is not likely to develop criminalized behavior or self-destructive behavior. És nem valószínű, hogy ő aztán bűnözővé válik, vagy esetleg önpusztító életmódot fog majd folytatni. One of the reasons we think
is that the child can oppose verbal abuse much better than physical abuse. Ennek az egyik oka az lehet, úgy gondoljuk, hogy a verbális abúzussal szemben sokkal jobban tud egy gyermek védekezni. Helplessness is much bigger in physical abuse than in verbal abuse. A tehetetlenség a fizikai bántalmazás során sokkal erősebb, sokkal nagyobb, mint a verbális abúzus során. But if the child witnesses verbal abuse between two adults, mother and father, let's say, then it's a different story. Then it carries forward to his family. Az azonban más történet, hogy mi van akkor, hogyha egy gyermek két felnőtt, mondjuk az édesapja és az édesanyja között szemtanúja a verbális bántalmazásnak, akkor valószínű, hogy ezt majd a saját családjában is ő folytatni fogja. And the effects are the same if he witnesses physical aggression between two adults, significant adults, and if he experiences physical aggression. So the effects are the same. A hatása ugyanaz, hogyha a gyermek két számára jelentős, nagyon fontos személy között fizikai bántalmazást tapasztal, lát, vagy hogyha ő szenvedi el azt a bántalmazást, akkor a hatások ugyanazok. Equal damage, with this I will finish the answer, equal damage if there is passive-aggressive aggression, if aggression is in the air, not expressed, but in the air. Passive-aggressive abuzus során is hasonló a helyzet. If the adults are not aggressive physically, not aggressive verbally, but they hate each other. And it's clear. I mean, they don't talk, silent treatment, even this has effect on the child. Például a szülők nem mondják ki, de látható rajtuk, hogy gyűlölik egymást, megvetik egymást, akkor ugyanúgy az hatással lesz majd a gyermekre. And this is precisely why we think that divorce is always better than bad relationship. Pontosan ezért gondoljuk úgy, hogy a válás minden esetben jobb. For children. Egy ilyen viselkedés, mint a gyermek számára. And also the reason why we appoint primary custodian, one parent who is in charge. Because not to continue the marriage in other way. Pontosan ezért jelölünk ki egy gondviselőt a gyermeknek a két szülő közül, hogy ki lesz az, aki gondját viseli a gyermeknek. But also depends on the age. If the child is 18, 16, it's a different story. If the child is 4. Természetesen függ a gyermek életkorától is. Nem mindegy, hogy a gyermek 16 vagy 18 éves például. There is a period, very dangerous period called formative years. Formative. Van egy nagyon fontos periódus, ez a formatív periódus a gyermek életében. This is 4 to 6 years. Ez 4-6 éves korban van. Okay, to all the survivors, thank you for coming. Akik túlélték az előadást, köszönöm, hogy itt voltak. It was a pleasure to torture you. Nagyon örültem, hogy kínoszhattalak benneteket. And I hope to see you again. És remélem, még találkozunk. Thank you for the translation.